És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Hello Feri, jó reggelt! Hello! Jani, drága hallgató! Jaj, Istenem, mindenkinek. Az év első százasa is megszületett. 50! Új év. Ja. Mi van a perselyünkkel? Jó a kérdés. 200 vagy 50 forint, vagy semennyi? Tényleg, hol a perse? Hol a perse? Na, ez lett volna a következő kérdésem, mert ugye tegnap nem került szóba, hogy mi lesz a malacsal, illetve a malac belsejével. De megvan akkor, tehát tudjuk, hogy hol van. Volna, jó, mert picit aggódom. És megbökjük meg, mint majd pénteken a cégest. Itt pénteken a céges malacot, igen, most olvastam pont tegnap a programot, meg kaptunk részletes program leírást, hogy hányra kell leírni, és mi történik, és hogy történik. Jó. Hát figyeljetek, azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt években ezen a fronton nem sok... Tehát volt hiányosság. Ja, igen, jó fogalmazom. Egy irányba mentünk. Nem jön ki rosszul a dologból, de hogy azért most viszont úgy fel van építve az egész, hogy így tényleg minden. Tehát, hogy így... Átolt szettél. Ilyen program. És idő. Akkor indulunk. Találkozó a épületen. Látvány. Eddig az volt, hogy gyereki a gokártpályára, gokártra az eményé haza. Már hogy lehetett inni, meg bulizni, nem volt azzal semmi baj, de ez most azért egy másik fajta most, dolog. Igen. Picit ott fogunk szerintem egy kicsit értetlenül toporogni. Nem is fogjuk érteni az egészet. Iszunk egy pálinkát, és akkor jobb lesz. Ugye, ha valaki nem tudná, pénteken csapatépítőre megyünk. Ez volt tegnap az egyik témánk. Péntek délután indulunk, és szombaton már jövünk is. Fejenként is. Hostess lány. Patologusból választató. Igen, aki nem... Aki tud ilyet csinálni, ugye, annak jó, majd szóljatok, hát, mert szobába lettek. Te is nagyon jól tudod, hogy megbántanád vele az RP-kat, hogyha... Az is igaz, erre is gondoltak. Ha mindenre gondoltak, akkor jó. Van külön szobátok a Vikivel. Mindenkinek külön, mindenkinek egy gyárgyas. Ja, azt lányokkal. Hát azt nem tudom, hogy ők jönnek, reménykedjük, hiszen ők is csapattagok. Kísérjük a malacot. Nyugodtan a neked külön. Két hostod van egyébként. Egy hentes és egy mészáros. Lajos és Józsi. Nem hazzanak ott. Légy szíves. Hát szóval meglátjuk. Jó lesz szerintem. Jó lesz. Na, ami az időjárást illeti, nincs túl hideg, ez örömhír. Tavaszias időjárás fogadott, mikor kiléptem a ház ajtaján. Szellő és 4-5 fog. És ez így lesz csütörtök. Szellő és erős. Szellő és erős. Jó reggelt, Balázs. Ezek a mai friss hírek így kedden reggel. Ültek egy asztal mögött a kertben, és elmondták, hogy mire lehet számítani. De ez jó hír mindenképpen, de nincs hideg. És nem esik. Mert tegnap azért megint borzasztó volt. Borzasztó volt, igen. Az se tél volt, az se tavasz volt, az se nem tudom, milyen idő volt. Megőrülök, már annyira nehéz a gyerek energiáit levezetni, nincs edzés, még nem indult el neki a kis edzése. És hát ez otthon vezeti le. Én nem tudom, mit csinálnak azok a szülők, akik most így nem tudják elvinni valahova a gyereket, mert nekünk foci edzés van, de nincsen. Így lefőrohangál a gyerek a lakásba. Én tegnap már hétvégén elvittem sétálni, meg nem tudom, de olyan sár van nálunk, meg olyan víztenger, hogy nem tudom hova vinni. Úszás. Nem áll. Ha van víz, akkor csak az úszás. Akkor rárakok egy gumitalpat, vagy nem tudom, egy ilyen kis úszókát, hadd menjem. De hát muszáj most még valamit kitalálnom. Valahol elvinni, mert nagyon, nagyon élénk. Hát otthon kéne megoldani, mert nyilván szabadtére ilyenkor nehéz vinni. Ugye szabadtéri programot nem nagyon tudsz csinálni. Igen. Elázik a gyerek, vizes lesz, sáros lesz, koszos lesz, hideg van, megfázik. Akár most valami olyan otthonit kéne kitaláljál, amivel meg lehetne oldani ezt a történetet. Tehát például, hogyha van olyan ventilátorod, ami fönt van a plafonon, tudod, a izére, akkor egy hosszú kötéllel körbefuttatót lehet csinálni. Mint ahogy a lovakat járatják, tudod, berakod így a járatóba, és akkor lejáratod szépen. Na, ez például az egyik. Ez egy jó megoldás. Vagy sergőt csinálni belőle, ráálkoztatok a ventilátorra, ilyen 4-5 ilyen kis, hogy hívják ott, hintát, és aztán megy körbe. És akkor kész. Szerzel valahol ilyen kintornet, és szépen körbe-körbe, igen. Nem, muszáj, ti mit csináltok? Neked torna edzésed van? Nálunk már minden edzés elindult, már a múlt héten is volt, úgy van kézilabda a Pannának, Somának, meg van a szertorna, úgyhogy nyomja mind a kettőt. Mi van? Így hívják, szertornának hívják. Igen? Kási vagy hova jársz? Így. Van ez létező. Van szertorna. Szertorna. És van gyűrűn, van. Gyűrű, meg korlát, meg buzogány. Hosszú gerenda, az nincs. Szereti? Imádja. Igen. Imádja, persze, mert ugrálás van. Szivacs-gödrös ugrálás. Szivacs-gödrös ugrálás van, ezek vannak, akkor, hogy hívják ezt a dobbantót, ilyen
Úgy dobbantónak hívják, azon lehet ugrálni. Tehát, hogy hívják ezt a svéd szekrényt? Svéd szekrénynek, köszönöm szépen. Én tudom sportból, hát nem vagyok erős ezen a téren. Hogy hívják ezt a zsámúgy? Zsámúgy. És azt a medicinabdát pont így. Úgyhogy ők bírják mind a ketten, plusz nálunk az marha nagy szerencsé, hogy közel vannak egymáshoz, és így el tudják foglalni egymást, mert látok, még nem tud együtt játszani a két gyerek. Nem. Ugye? Hát illetve hamar véget ér. Engedd el, fogd, ne csinálj, Noel, ne harap, Beni, anya, tessék, beveri a fejét, pizsát. Szegény Beni már annyira játszana vele, de hát a kicsi viszont kapja a kiképzést. Tehát egy éves, egy hónap már megvédi mindenét, harap, oda megy, elveszi, olyan balhék vannak, mondom, úristen, mi lesz egy ilyen. De teniszezni még nem tudnak együtt, még Noel térfelén gyűlik össze mindig a sok labdát. Igen, még nagyon sok gólt kap, még nagyon sok gólt kap. Úgyhogy, és tanítgatják egymást a gyerekek? Persze. Hát ilyenekre, hogy Soma tanítja Pannát, hogy ezért, jó, és akkor fél lábról ugrasz fel, jó, és megküldöd a labdát, igen, jó, és akkor nézd meg, én pedig így dobálom. Erre nem te azt, hogy a gumicukrot hogy lehet kilopni a szekrény felső ezéből, polcáról, amit egyébként nem érhet el egyik gyerek se, olyan magasan van, tehát azt már tudják, hogy a fogkrémet, hogyha elkezded a fürdőszobában nyomni, akkor a gyerekszobán keresztül kiér a nappaliba, az például az új. Hogy melyik tubus tudja azt megcsinálni. Ugye elkezded nyomni, és akkor szépen folyamatosan nyomod, gyerekszoba, és utána a nappali így na, jó van. És melyikőjük tudja ezt szebben megcsinálni. Ilyenekre tanítják egymást, mert nekem két nagyon okos gyerek. De a sportfogásokat azokat nézem az egymással. Mert ott amúgy szerintem arra mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy hasonló sportot válaszolnak két gyerek, hogy ne az legyen, hogy az egyik sakkol, másik kickboxozik, mert az egyik megtanítja a másiknak a Schustermont. Hát nem baj. Másik meg az egyik okos lesz, a másik meg verekszik. Jó, és akkor három lépésben így adsz matot. Jó, oké, megmutatom, hogy lehet lerúgni a fél arcodat. Igen, nincs azzal baj. Na mindegy, úgyhogy hát van. Ez a bezártság, ez nagyon nehéz, tényleg. Mert hogy ma már indulnak majd az edzések a héten, remélem, akkor már jobb lesz, mert akkor már elmegy, azért lefuttatják, lemozgatják őket, meg szereti is, az jó, de amikor még ez így nincs. Hát vidd ki a pályára, és mondd neki, hogy Beni, csak ketten vagyunk. Azt csinálsz, amit akarsz. Elintéztem. Egyedül vagy, bemelegítés 10 perc, fogocska. 8 kör. Egyedül. És utána kidobóst játszol a kapufával. Igen. Hát igen. Vagy nagyobb kert kellene. Bennetek kellene egy nagyobb pecót. Hogy? Hát, hogy el tudja meg foglalni kint a kertbe a gyerek. Most úgy hallottam, hogy eladó a Hefner villa például. Igen, benne Hefner bácsi van. Igen, rá kéne repülni még mielőtt a Butcher és Butcher, vagy a Simonné esetleg. De nincs jobb annál, mint egy ilyen 80 éves, kiöregedett, kiégett, kicsit lógóheréjű öreg csávó köntösben kijön oda. Hát nagy időket vészeltek át azok. Látott egy-két csodát valószínű, igen. Tehát látott csodát az öreg, azért többet tudna mesélni, mint az egész kerület együttvéve, tehát valószínűleg ott azért történtek nagy dolgok. De az mi, hogy vedd meg a házam, de én benne maradok, igen, nem? Óriási. Hát most az a pár év, az a 10-20, ami az neki hátra van. Hát ezt mondta, hogy nálunk itt voltak közülünk egy kis kockaházat a környékünkön árulták, de egész formás volt, ilyen régi, ilyen kis, hogy hívják, szockos, itt a 60-as, 70-es években, nem volt vele semmi gond, csak volt egy néni a pincébe. És vele együtt lehetett megvenni. Tök menet. Ha eladom a házamat, én is úgy fogom eladni, hogy eladom, de benne maradok. A legnagyobb biznisz. Nagyon nagy. Ház eladó, csak itt élek benne tovább. Hát sőt, így van, átutalja a lóvét, ott maradok benne. Viszontlátás, hogy viszontlátás. Hát legközelebb eladom a kocsimat, úgyis eladom a kocsimat, de én használom. Igen. Ennyi. Ha kell, akkor betelefonál, előzetesen be tud jelentkezni, hogy egy picit ott akar lenni, vagy a kocsit hallani. Szól, átjön, ott alszik bármi, azért, hogy én ott vagyok. Ez a legnagyobb csávó ez a Hefner, komolyan. Anya, megint olyan csúnyán köhög a bácsi a szuterénbe. Nem, félek. Óriási, eladó a villa, de benne maradok. Tudod, ki vagyok én? Így azért könnyű. Tudod, ki voltam én valamikor? Valami 5 milliárd dollár, vagy nem is tudom. 200 millió dollár. 200 millió, 5 milliárd forintnak megfelelő összeg, igen. Tehát valami 200 millió dollár. Tehát van elképesztő összeget kér érte. A lányok nem lehet, hogy inkább ők maradnának? Hefner bácsi. Hát szerintem a lányok átszuccolnak most már, átülnek egy másik lóra, ahogy mondani szokták. Lassan át kell. De nincsenek már ilyen nagy plébolyok. Tehát, hogy jó, mit tudom én, vannak ezek, ahogy hívják, ezek a örmény származású póker milliómosok, milliárdosok, vagy nem tudom, mik ilyen új gazdagok, meg tudom én, ilyen arcok, de ilyenek, mint a Hefner, már nem nagyon vannak. Tehát, hogy már ilyen őskőlet, aki intelligens is, elegáns. Hát meg ő találta ki ezt az egészet. Tehát, hogy valahogy... Mint az erotikus műfajt, meg az erotikus lapot, ugye, az ezzel a Playboy-jal, ezt ő hozta létre. 60-as, 70-es években, nem is tudom, hát baromi régen. Most már ennek a lapnak egyébként nincs nagyon létjogosultsága. Külföldön. Én nagyon szeretem a neten, hogy... Egyrészt a neten, kettő, hogy hát ez most már azért tényleg ingerküszöb alatt van. Én inkább, ha elolvasom, én szeretem, hogy nekem minden hónapban küldik, tök jó cikkek vannak, autók, órák, tök jó, egy csomó minden.
De maga az, hogy látok három alulöltözött, szép, de nagyon dekoratív, de magából alig valamit mutató nőt, ez szerintem már csak ilyen 12 éves kamaszoknak. Kell igazán. Sehol egy máj, sehol egy vese. Hát, ugye, szóval, hogy hát, szóval más az inger küszöb, na, szóval, hogy tehát nem akarom mondani, de máshol tartunk már. Nyilván ez direkt erről szól, tehát maga az erotika, a luxus, az életvitel. Egy csomó jó cikk van benne egyébként, nagyon kedvelem, mert tök jó írások vannak, de meg tök jó emberek írnak a magyar Playboyba is. Ez nagyon színvonalas ebből a szempontból. Nagyon színvonalas, igen. Csak a csajok, azok már valahogy kevesek. Tehát megnézed, most ott fekszik nekem egy kádba szamártejbe, érted, és ott keresztbetett combbal, és akkor itt elérem, hogy a kolumbiai, nem tudom milyen, Erika Ventonok fekszik, és egyszerűen közvetlenül belefejik a kádba. Hát, de én nem tudom. Ráborulott egy ilyen csípkés kis szoknyában, egy ilyen étkező asztalra, egy kis magas sarkuban. Tehát jó, de semmi. Semmi. Jó, jó, ne spiráltam túl. Ja, jó, én gondoltam egy kicsit a vérbőséget azért nálatok is. Beindítom, hogy azért hát ezek alapján igen, elindul a dolog. Na, azt mondja, hogy... Na, de mit csinálunk a pénzzel? Mert innen indultunk. Az ott majd arra várunk ötleteket a hallgatóktól. Hát küldjetek nekünk ötleteket. Mit csak, meg kéne számolni, mennyi? Jó. 20 ezer, 30 ezer, 50 ezer, 1000, tehát most 1000 fontot ne költessünk el velük fejben. Nézzük meg, hogy körülbelül mennyi pénzről van szó. Mit csináltok? 860 forint? Nem, azért, ha minket nem loptak meg, azért ebben több van. Tehát csak én tettem bele sokat, ti is, ebben azért mindenki pakolt. Ha itt nem volt lejmolás, nem lékelték meg a malacot valahol, akkor azért ebben van pár 10 ezer forint. Hát küldjék el, hogy mit csinálj. Azon ki, hogy ad nekem. Tehát ezt erre ne költsetek pénzt. Az ad nekem felkiáltása az SMS-ekre nem nagyon költsetek. Mire lehet? Hát jótékonykodni el lehet, de most ezt kinek adod oda? Hát ebből egy komolyabb szervezet nem nagyon tud mit csinálni. Nem? Szóval nincs ötletem. De hát ha küldenek valami szellemeset a hallgatók, hogy mit csináljunk vele. De ne gyűjtsük tovább. Jó. Tehát valami legyen tényleg. Mi a nincs elszabadul a pokol itt ezután a stúdióban? Itt bárki bármit megtehet? Itt kincsések, itt jaj, gyerekek, itt rossz sztorik, hát, tömkelege lesz. Hello, már meg. Akkor jövök, de zabosszáljak 20 perccel később, amikor akarok. Hát mi lesz itt, kérem szépen? Na, kitaláljuk majd, küldjetek SMS-eket, jó? Azt mondja, hogy nézzük gyorsan, mit írnak nekünk korán kelő hallgatóink. Valaki már 0 óra 17-kor elküldött egy közlekedési hír, de hát ezt nem olvasnám be, mert nem biztos, hogy van aktualitása. Mendes Üsáj között karambol miatt az út lezárva, ez 5 órakor jött. Aztán mérnek a rendőrök az M1-esen, a 87-es kavisnál, a felüljáron Győr felé, érdemes lassítani, ez már 17:30. Nagy, nem balesetet láttam, hanem egy ismeretlen tettes a 61-es úton valaki kidobott egy fehér színű kutyust zsákba. Te jó Isten! Most is hát mit látok itt a Borsnak a címlapján, hogy valaki meg baseball ütővel bántott egy kutyát. De hát milyen emberek vannak? Hát ezt elhiszed? De komolyan mondom, hát mi ez a frusztráció? Ez az idegbetegség, ez az állatság, nem egy ilyen 13 hát valaki meg akarod mutatni, hogy te milyen erős vagy, és nyilván nem egy a hasonlóan erős emberem, Atyai vagy Isten. Nálad erősebben, hanem egy védtelen kölyök. Hát sem olvasok ilyen cikkeket, nem tudok ilyeneket elolvasni. Azt mondja, hogy lehetek a böllér a disznóvágásotokon, kérdezi Miki. Hát, drága Miki, meg vagyunk szerintem. Meg vagyunk, nem? Meg vagyunk. Klasszikus böllérünk lesz ez, ahogy hívják rá. Aki először combban szúrja magát? Nem, a melegítőre kezes lábasra ráhúzom a véres, hogy hívják, hogy fehér köpenyebe. Hát igen, valószínűleg megvan a böllér. De még felszúrva a meleg Maci Fősönnek az ujja, és alatt egy 50-es alkar, tudod, ízével szeletlek, írom a felirattal az egyiken, a másikon pedig vér és még ez lesz az első, hogy csekkoljuk, hogy van ne Irma nevű felesége. Igen. Biztos, hogy van. Általában van nekik, igen. Megyünk újra Gánc koncertre, Vadorzó kérdezi, jó reggel, skacok. Hát ha lesz, akkor megyünk, ha addig fel nem oszlanak, amíg ide jönnek. Igen. Ugye, tehát valahol Németországban már nagyon összevesznek, Bécs Büszkeváránál már Axel ki se jön, és mire ide érnek már éppen? Nagyon kezdődik megint előre az egész történet. Az őrület. Picit úgy tűnik, mintha egy Axel nem változott volna az utóbbi semmi. 15 évben gyakorlatilag semmit. De jó, de tegnap még azt mondtad, hogy összeállunk. Jó, de már ma van. Ja? Igen. Bali, mit szólsz a magyarországi Netflix indulásához? Tomi kérdezi. Hát ez egy nagy örömhír. Ez mi? Hát... de messze tudnám ezt elkezdeni. Akkor hagyjuk. Akkor ne indítsd. Netflix. Egy saját tartalmakat gyártó internetes sorozat szolgáltató, műsor szolgáltató. Már nem érdekel a sorozat. Tehát egy tévé.
Igen, egy tévé, és ugye nem kellett töltenem, real time-ba elindított tulajdonképpen. Ugye streameli neked a sorozatot, rengeteg saját gyártású sorozatuk van, a Kevin Spacey-vel, a House of Cards, stb. Streameli. És rengeteg országban vannak ott, és terjeszkednek, és megérkeznek Magyarországra is, előbb-utóbb már a sorozatokon feliratok is lesznek, és több száz, több ezer film, tartalom, sorozat közül tudsz választani. Nagyjából, ugye? Hát röviden ez a lényeg. De streameli. Streameli, igen, tehát nem az vagy, te fogod, letöltöd, kiírod, vincsire, bedugod, hanem ráböksz, és azonnal tudod nézni. Ez erről szól tulajdonképpen. Aha. És nagyon sok minden van fönt. Havi előfizetéseddel hozzájutsz rengeteg mindenhez. Filmhez, igen, sorozathoz, baromi jó sorozatokhoz, dokumentumfilmekhez, tehát rengeteg tartalomhoz. Aha. Tulajdonképpen. A hagymásvért mi úgy csináljuk otthon. Az országos kéktúra kapcsán el szeretném mondani. Szóval ez. A stream az, hogy nem töltöd le, hanem ráböksz, és real time-ba tudod nézni. Tehát nincs ez a leszedem, már lejön, kevés a netem, nem jött le, nem tudom nézni, hanem azonnal el tudod. Lemaradtam tenni, az elejéről, lemaradtam a végéről. Igen, azonnal nézed. Rohadt reklám. Reklám lesz rajta? Nem. Ha nincs előfizet, reklám. Ha van előfizetés, akkor nem, ne legyen reklám. Ha elő, de lehet, hogy reklám lefizet elő. Előfizetői díjakból terjeszkednek, és baromi jók, és már nagyon sok országban vannak. Azt mondja, hogy nincs Playboy, nézzétek meg Dan Blizzardian Instagramját, csapatja keményen. Egy fél mondat elég, igen. Én egy ideig követtem őt, csak aztán meguntam, és levettem a követésről. Követtem, szórakoztató volt, csak aztán mindenképpen ugyanolyan volt, és akkor levettem. De ő, igen, ő egy szórakoztató pali, ő egy amerikai pókerjátékos, és fegyverek, csajok, kocsik, jachtok, magárepülők, dollármilliók az asztalon, és mindig négy mesztelen nő hátul. Tehát, hogy nagyjából meg ez, lehet azt tudni, gyerekek. A tizedik kép után már rohadtul unod, mert tudod, hogy vagy fegyverrel lő a nevadai sivatagban, vagy két mesztelen mell között alszik a magángépén, mikor repül az a megázból. A fantáziája egyébként, meg kb. Ugyanazokat a köröket futja. És követed egy hétig, és megunod, mert mindig ugyanaz. Nem? Igen. Csajok, és van egy csöcsök, fegyverek, kocsik. A világ másik végén, aki szintén hasonló hívásra működő, és vele versenyeznek is, akkor az egyik felrak egy kalasnyikovat, akkor a következő felrak majd egy ilyen tábori löveget, akkor egy Abrams harckocsit, igen, a negyedik, egy Scud rakétát, és így versenyezgetnek egymás, hogy ki a nagyobb csávó. Igen, mondom, tényleg követtem egy ideig, de nagyjából tényleg egy hét után megunod. Na, gyorsan megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Egy Népszínház utcai jelenetet mutattunk meg, ami már terjed az interneten, és tegnap szerintem sokan hallották, sokaknak tetszett. Megmutattuk, hogy mi történik egy ártatlan járókelővel, ha lekési a villamos. Hát mi imádjuk ezt a videót, nagyon szeretjük ezt, valaki január első napjában feltette az internetre, hogy egy hát erősen ittas ember lekési a villamost, és ez okozott nála egyfajta dühkitörést. És ezt valaki felvette. Aztán megtudtuk a videó előzményét, hogy ugye ez már sokadszorra történik, 4 órán keresztül nem tudott felszállni. Minden nem mehet elsőre. A 4. vagy 5. villamost engedte már el, és az utolsónál egy kicsit szakadt a gát. Igen, az egész éves feszültség kitört belőle. Igen, nagyon szerettük ezt a videót, úgyhogy megmutatjuk, jó? Ezzel foglalkoztunk tegnap, ez is egy témánk volt, sok volt. És hát aztán Ákos elmondja a híreket. Ti pedig jelentkezzetek játékra. Úgyhogy ezzel jövünk nem sokára. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hogy állunk a játékkal? Mi történt? Jól. János menetelt, elkezdte az évet, belökte. Csodálatos. Belöktél az évet, meg is nyerted, ugye? Igen. A végén vagyunk. Igen. A végén az utolsó pár másodpercben mondta ki a tiltott szót. A hallgató beugrott. Így. Bírta, és aztán utána elfáradt. Nem bírta a nyomást. Nem bírta a nyomást. Ez nyomás alá helyezted, és ezt elvérzett. De ő nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan viselte a vereséget, nem úgy, mint ez az úriember, akit most láttunk pont a tévében, aki így baltával szétvert az egész lakást. Tehát, hogy nem fura, tehát, hogy mindenki másképp éli meg a feszültséget. Hát lehet, hogy azért egy nyomósabb okolt erre, nem? Azért egy fekete-fehérnél, nem tudom, lehet, hogy közölték vele, hogy a játéknak. Nem tudhatod, hogy a tegnapi játékosunk mit csinált a vereség után. De hogy a baltás. De, az meg a másik, hogy... Kikaptam a Janitól. Na igen. Na megnézzük akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, én Ági vagyok Győrből. Ági, hello Ági, Ági Győrből. Szia. Mindent el is mondtál, mivel foglalkozol, Ági?
Pékségbe dolgozom. Pékségbe? Hát akkor te már bent vagy bőven. Hát igen, fél négykor keltem, úgyhogy. Azt a mindenit neki. És miért felelsz a pékségbe? Mit csinálsz? Hát szintén megmondom, sütök és eladok is, úgyhogy. Sütsz eladsz. Kis pékség. Pogácsa, sajtos rúd, amit el tudtok képzelni, édes, sós. Uh-huh. Ez egy kicsi pékség egyébként? Tehát egy kis családi vállalkozás? Hát igen, igen, igen. A sajátod? Nem, alkalmazott vagyok. Alkalmazott vagy. És a fél négykor kelsz, süt, kiszolgálsz, meddig dolgozol? Hát én 4 óráig vagyok így 9-ig, és akkor utána jön a főnök, azt mondja, az vált le, és ő van zárásig. Ja, hogy 4-től vagy 9-ig. Aha, uh-huh. Tehát fizikai munka, majd eladás, 9-kor végzel? Hát körülbelül akkor még átadjuk egymásnak a kasszát, ilyesmi, megbeszéljük a napi dolgokat, és akkor utána megyek a dolgomra. Akkor hánykor kelsz? 3? Fél 3? Fél 4. Fél 4. 4-re vagy bent, 4-től 9-ig dolgozol. Igen. Akkor, hát ez kemény, de jó, hogy azért korábban tudsz végezni. Azt hittem, hogy délig egyik bent kell lenned, mert úgy... Nem, délután is van egy munkám, és akkor ott vagyok egy órát, 5 óráig. Ja, és délután még hazamész, egy kicsit alszol, pihensz, főzöl? Nem alszok, főzöm. Főzöl. Vannak gyerekek? Igen, 2. Mekkorák? Az egyik az 20 éves volt, a másik meg 6. Még van dolog. Kivártatok. Igen, bizonytalanok voltatok, hogy jöjjön a második. Igen. És mit csinálsz délután? Irodaházba dolgozom. És hogy bírod ezt? Úgyhogy nem is alszol, főzöl, fél négykor fölkelsz, hát azért az nagyon kemény. Fizikai munka után a irodai munka. Őszintén megmondom, a korán kell is nem lehet megszokni, de ez van. Elfogadni lehet azt. Ez a világ ezt hozta, hogy sajnos egy munkahelyből nem lehet eltartani egy családot. Én is mindig ezt mondom, hogy a korán kell is olyan, mint kiszeltünk, de nem lehet hozzászokni. Tényleg, én mindig ezt hasonlatot mondom. Tényleg így van. Minden találkozás, hogy újabb traum, mert mindig nem lehet hozzászokni. Basszus. Na, hát jól van. Játszunk akkor egyet, jó? Ági. Jó. Most ki süt? Mi van a pogácsákkal? Mi van a kis kalácskákkal? Hát most lesütöttem, őszintén megmondom, most ez a két ilyen nagy reggeli kör az most lement. Most egy-két sofőrbe jött ide az ablakhoz, szurkol nekem, remélem nyerni sok. Kivel játszanál meg? Hát a Ferivel. De én látszok, ez az. Jól van, indítjuk az órát. Jó, Ági, legyél ügyes. És hát majd aztán a végén beszélünk újra. Mehetünk? Mehetünk. János? 3, 2, 1, fire. Ági, akkor te 8-kor alszol már, ugye? Este. Általában. Mm-hmm. Sajnos... Köszönöm a T-rádió! Ki volt az? Egy sofőr. Sofőr? Igen, ki is mondta, jó van. Ja, igen. Ki mondta? Igen. Sofőr, igen. Kösz, srácok, hogy jöttetek. Mondd meg nekik, hogy megköszönöm köszönöm a Kálmánnak egy... Kálmán! Hogy lehetsz ilyen gyilkos? Szeg. Aha. Szegény játék Ági. Közben, igen. Szegény Ági. Hát ez van. Igen, beszólt, és aztán vagy bekiabált, és ezt téged megzavart egy kicsit. Találsz egy kis részt, Kálmán. Meg kellett volna zárnom, hogy rögtön jövök táblát, ki kellett volna tennem, és akkor talán nem zavart volna. Azt kellett volna egyébként, igen, ha? Igen. Picit bezársz, lejátszod, kinyitsz, és mehet tovább. Ági, legközelebb, jó? Legközelebb próbálkozott, jó? Jól van, csókoltatjuk Kálmán, mondd meg neki, hogy ez jól. Jó, Kálmán megölte a bulit. Ja. Bejött, bekiabált. Meghalt a buli. Köszi a játékot. Jó. Nektek is további szép napot. Ciao. Sziasztok. Hello. Szia, Kálmán. Még egyszer köszönöm. Sűsávnál a 31-es úton már lassan az út is eltűnt az átfolyás miatt, emiatt teljes út zár van. Aztán 60 és Algotarján között Lőrincinél baleset miatt útlezárás van, ez a 21-es főútvonalon. Illetve a 24-es főútvonalon lehet kerülni Lőrincin keresztül. És az M3-as autópálya 169-170-es kilométer szelvények között Budapest felé a külső sávban terelő vonal közelében hatalmas kátyú. Vigyázzon mindenki. 3 perc, pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánom, minden Morning Show hallgatónak, meleg van. Vagy hát legalábbis melegebb, mint ami januárban szokott lenni, vagy volt az első 1-2 hétben. Plusz 5-6 fok, és... Hát, mit mondjak, eső nincs, ugye? Sok helyen nem esik az eső, és egy kicsit enyhébb az időjárás, mint amit ilyenkor megszokhattunk. És napközben is 7-8 fok lesz, még azt mondják, hogy egy kicsit a nap is kisüt majd.
Nem kell talán annyira fölöltözni, mint ahogy eddig. Reméljük, hogy pénteken lesz a legjobb idő, bár akkor már megint csapadékot vonnak, ami nem annyira jó hír nekünk, mert szabadtéri programunk lesz, egy disznóvágásra megyünk, illetve Timer nekem rendeznek majd egy tehénelletést. Egy tofu szüretelést. Igen, egy rizslocsolást. Minden lesz neked. Így van. Egy nagyon korai kukorica címerezés. Jó, de nézheted. Hát mi se leszünk ott, mikor megölik szegény állatot. Utána már nem eszel belőle, de megnézheted. Lesz ott biztos egy-két töltött gombafej, meg nem trapista sajt rántva. Hát remélem, hogy gondolnak rám bizonyos tekintet. De vigyetek magammal. Hát, most tudsz, hogy csomagolják két napra. Egy majonézes kukoricát otthon összedobok érted. Az, hogy veletek együtt mulatok majd. Előveszel egy kis ilyen zöldséges biovirslit, mert nincs hús, és már meg is vagy. Na igen, de legalább havat mondanak, tehát az jónak tűnik egy ilyen kis szakadó hóesésbe, egy disznóvágás szép nagy hóban vidéken, az nagyon hangulatos tud lenni, hát csak eső ne legyen, az szörnyű. De ha hó lesz, az... Már holnapra ilyen 15 centis havat mond, hogy holnaptól. Igen? Várható, hogy elkezd esni. Nem, hát ahogy a Feri tegnap vázolt, hogy van ez a fogópálinka, meg ilyen pálinka, olyan pálinka, nem mindegyikre emlékszem, már mindegyiknek más a titulusa, de mindegyik szónak a vége az volt, hogy pálinka. Úgyhogy annak örülnek a legjobban, hogy a pénteken nem lenne köd. Vagy nekem állat a szúrásnál, tudod. Igen. De jó, egy kis meg azért nem iszik. Hallod, beszél. Péntekre, igen, péntekre havazás mondanak, és egy fokot. Azt mutatja a széttört telefonom. Már megint? Vagy ez még ugyanaz? Sírtam, megijedt, megörültem, hogy micsoda napsütés, és aztán rájöttem, hogy sármelyseiket nézem. Tehát az egy picit más. Mondom, milyen jó milyen idő szuper. Lesz a kutya fáját, szombaton szikrázó napsütés, aztán a 28-an, az nem stimmel. De az milyen jó ilyenkor oda elmenni. Uh-huh. Én x évvel ezelőtt voltam, ilyen nagyon télből mentem, nagyon nyárban, és az olyan jó. Hát ahogy olvasom a híreket, mostanában nem annyira hát jó. Hát jó, ott nem. Már ott sem. Már ott sem. Hát kérdés, hogy hova jó menni, ugye? Tehát most hol vagy biztonságban? De nekem a béka, ezt majd mondtam neki, hogy ne vegyünk semmilyen karácsonyi ajándékot senkinek. Igen. Magunknak sem. Irány Lapföld. Legyen az, hogy legalább... Igen. Akkával, megnézzük a Mikulást, vagy valamit, és azt mondta, hogy ő nem megy sehova. De mondom, miért nem? Na most akkor van csak velem, vagy mással? Már, hogy igen, hogy belőlem van eleged, vagy úgy az egészben. És azt mondta, hogy ő fél. De hát most mondom, elmegyünk. Hát, de hát akkor menjen az egész, hát ne csak a fél, nem? Hát most... Ja. Hát nem. Hát most... Szerintem én ezt most elengedem, hát most jó? Fél, hát ki akar félbe elmenni nyaralni? Szóval, hogy fél, aha. Mitől? Hogy valami baj lesz? Igen, hogy baj lesz. És mondtam, hogy itthon nem lehet baj. Tehát, hogy most azt mondjuk, hogy menjünk el négyesben, nem tudom hova, vagy... Mivel van igaza? Hagyjál már, Viki! Ne. Megjött a visszhang. Igaza van. Csak a feje bejön az ajtón. Igaza van. De most mitől félsz? Hát mitől? Attól nyilván, hogy most bárhol, bármikor történhet valami. Reptéren. Itt is történhet. Hát itt most egyébként itthon van a legkevesebb esélye szerintem. Sárvár. Tehát itthon... Sárvár felé is. Nem. Országon belül most egyébként talán az egyik legbiztonságosabb hely. Hát nem vagyunk. Hál' Isten, kopogjuk le egyelőre azért így a listán. Legalábbis nem elől valószínű. Tehát vannak nálunk frekventáltabb országok, ahol mondjuk ezek megtörténhetnek. Lásd Franciaország, Egyiptom, nem tudom. Értem, mitől fél, hogy repülőtér, pályaudvar, bárhol bármi történhet. De adod a félelmet? Tehát, hogy óvatosnak kell lenni, és nem szabad utazni? Hát, a fene se tudja, mert ha megfélsz, és otthon maradsz, az meg kicsit olyan, mintha ők győznének, igen. Nem? Na. Tehát azért menni kell, hát most... Miskolc-Tapolca. Például. Nagyon szép, hogy van a Miskolc-Tapolcán túli világ, és akkor arra akartuk vinni egyet, mert Tapolcán már voltunk, tudod? És azt mondtam, hogy akkor srácokkal együtt négyesben mondjuk csak egy hosszú hétvége valahol, hogy miért nem menjünk-e Disneylandbe, vagy menjünk, nem tudom, tök mindegy, menjünk-e valahova, érted? Egy ilyen négy napra, és akkor ő erre azt mondta, hogy nem megyünk sehol, itthon maradunk, és irány Miskolc, Tapolca, és mondtam, hogy ott már voltunk. Sár, rossz, már rossz, más rossz. Mondani, csak a jó öreg Jolly Joker, ne féljünk. Nem tudom, én értem azokat, akik nem mennek, meg kell, most nagyon sok ismerősöm mondja, hogy nem mentek el, nem utaztak el, nem volt kedvük, ja. Most valahogy egy kicsit jobb itthon. De hát akkor meg nem megyünk sehova. Soha többet. Ez nem fog megszűnni, tehát ez fél év múlva is, bárhol, bármikor lecsaphatnak, egy év múlva is, tehát nekem lesz vége. Mostantól kezdve erre a világra kell berendezkedni, vagy erre kell felkészülni. De ez nem fog egyszer csak véget érni. Csak autós túrák vannak ezen túl? Hát nem. Én bátran elmentem Tarba, Asznosra. Hát jó, de ez azért egy más... Kicsim. Jó, tök jó. Más origó mezőn mozogsz azért, nem? Ám figyelj, nem tudom, ez egy jó kérdés. Menjetek, jó az.
Hát én mennék, na de akkor egyedül? Zsarold meg. Hát most az van akkor, hogy te akartad béka, azt mész egyedül. Hát most nem jön, érted? Ez nem magas labda. Nem jössz? Feri, hát ezt le kell csapni. Van, aki jön, érted? Mennyi? Muszáj lecsapni. Na! Nézzük a közlekedési híreket. M1-esen a Hídról mérik a Pest felé haladókat a 139-es kilométernél. Aztán jeleznétek, hogy ha nincs köd, akkor ne használják a ködlámpát sem elől, sem hátul. Hát, ha rátok hallgatnak, és a villantok nekik azt hiszik, hogy ismerkedem. Ne használjátok a ködlámpát bent a városban. Jó? Kapcsoljátok le. Egyébként tényleg én is utálom. Megszűnt az utcára 31-esen, valamint a 10-es úton Pilis-Jászfalu és Pilis-Csévi körforgó között a kanyarban lerobbant egy autó, figyelni kell a tovább gyalogló családra a sötétben. R32 írta nekünk. M7-es 143-as kilométer Pest felé baleset, Budafoki úton befelé szintén baleset, és a Bajza utcánál a Deák tér felé az Andrássy úton lámpa előtt csoda kamera. Jött már ilyen fotótok, hogy nincs vás? Igen, nincs belőtve a biztonsági plusz gyors hely, nem is várom, sem semmi. Nem is várom. Félek, hogy most az elmúlt héten kapartam egyet, majd meglátjuk. Belecsusszantál valamiben? Igen, mert igen. Véda volt kint, az biztos, hogy mit mért, hogy most sebességet mért, vagy övet, de mérik már az övet? Nézik az övet? Nem, én nem tudom, én azon sem csodálkozik, ha kiderül, hogy az egész egy nagy blöff, és nem mérnek semmit. Egyébként csak mertek 30 darab dobozt, amit kiállítottak, és mindenki nagyon szabályosan megy, és betartja a sebességhatárokat, és retteg. Én csodálkozom rajta, hogy ezt a Jolly Joker még nem dobták be. Akkor nyilvánosságot kapott a Véda, hogy már mindenki retteg, mi már úgy megyünk fel a nagy körösön, és hogy hogy baj legyen. Jaj, azon mikor fönt. Igen, tehát az is kiderül, hogy vettek 30 dobozt, mint a darabonként 1000 forintért, brutálisan nagy kamerákkal felszerelve, ami műanyag, és semmit nem tud. Így van, mikor üti a kormányt a feleség, miért mennek 40-nál? A Véda. Attól rettegek egyébként, hogy nekem rossz helyre küldik a gyorshajtást. Tehát nekem ilyen nincs, hogy évek óta nem jött semmi. Tehát ez nem lehet. Nem megyek kifejezetten gyorsan, sőt, mióta gyerek van, nagyon figyelek. De azért bebecsúszik az embernek egy 30-as, egy 45-ös. Néha, amikor úgy kicsit rohansz valami, és pont lefotoznak is. Évek óta semmi. És rettegek, hogy valamit elnéztek. Nincs és valahol az utcába. Megjelennek hajnalban, tudod, a fekete maszkos csávok, és elmondják, hogy 4 millió tartozásért köszönjek el a családomnak. Azonnal elvisznek, és előállítanak valami rendőrőrsön. Nem lehet, hogy vissza kéne tenni a rendszámot a kocsira? Lehet, vagy le kéne venni a leokoplaszt, amivel elől-hátul az egyik szám le van takarva. Igen, az mondjuk lehet, hogy segítenem. De nem, régebben nem volt több ebből? De több volt. Ugye? Több, én is többet kaptam. Nyilván komolyodtunk. Lassulunk, vagy mi van? Komolyodtunk, öregszünk, gyerekek hátul, de mondjuk én sokat megyek egyedül is, és akkor is komolyodok. Akkor vigyázok magamra, nem? Igen, azt írja vele, Feri, vagy csak a súlyt nem érjék. Addig nincs már. Addig mindenben rá nem állítanak egy mérlegre. Tényleg, hisztál, hogy nem dohányzol? Igen, 5 kilót, 5-öt. Úgy, ajjajjaj, és elindult. És úgy, hogy heti 5-ször vagy 6-szor sportolok. Minden nap kell csinálnom valamit, mert egyébként már szerintem... De mi ugrálsz, mit csinálsz? Igen, ugye, persze, leföl. Nem, Panának a szalagját dobálja fel. Próbálj meg elkapni egy lábot. Hétfő, hullahopperika. A légyütemű fekvő támad. Szerdán felülések. Sama, hol tettél a buzogányokat? Akarok egy kicsit eresgézni. És egy 5-ös felcsúszott? Egy 5-ös kell. Erre számítani lehet. Erre számítani lehet. Tehát ez még egész jó. Ha figyelj, ez 4 hónap alatt 5 kiló, úgyhogy nem dohányzol. Az 8 hónap alatt 10. Ugye? Az vagy tapsz. 20 kiló, hallod? Mi lesz itt 4-5? Úgyhogy visszafogom most magam. Én láttam, nem tudom, te észrevetted, de nyilván 10 óra után már kikapcsolsz egy picit, és másra kezdesz koncentrálni, de a Feri velünk szemben az asztal másik oldalán műzlit te vett. Tegnap. Jézus Isten, tényleg sokszor mondom, de egyre komolyabban gondolom, nem akarok egy olyan világban élni, ahol nem dohányzol, műzlit teszel és 90 km tekersz. Én a régi Ferit akarom visszakapni. Tényleg komolyan mondom. Műzlit teszel? Beteg vagy? Megkóstoltam tegnap. Mit? Nem jó. A zabot? Sima zabot? Vagy valami műzlit? Nem, tettem bele egy kis ezt azt. Kolbász. Kolbász szalonna törtem bele egy csécsi szalonnát. Egy húsleves kockát, meg egy fél szál gyulait. Egy húsleves kockát nem használunk, de a többi azt adom. Felöntöttem egy kis forró kacsarhízet. Vágtam hozzá háromszögletű kis disznósajtot. Erre ízében is az van, gyerekek. A macskafogóba is szalonnával kérje a joghurtot, a lustadék, ugye? Hát na. De így már jó, így fogyasztható. Turbozom. Muszáj, mert 150 kiló lesz. Lesz még egy kör belőle, vagy elég volt ez az egy? Ki van? Ez az egy alkalom. Ki kell próbálni mindent. Két dolgot, kivéve, hogy szoktam mondani. Kivéve a vérfertőzés és a népi táncot, ahogy szoktam mondani. Ezt kihagyjuk. Inkább nem. Megnéztük. Én sem szeretem a népi táncot.
De egyébként a néptáncot pont szerettem. Igen. Na mindegy, ne hízzál akkor többen. Igyekszem, visszafogni. Most mennyi vagy, 130? Hát azért annyi nem, 120. 120. 120. Lassan annyi vagy, mint én meg a Jani együtt. Hát, 75 vagyok. Hát pont kétszer akkor, mint én. Igen, mint a Jani. Janinál kétszer. Nem én. Nem kemény, nagy. Nem, hát, nem, nem a kemény, ha még kemény lett. Igen, ha ez izom az lenne. Igen, ha ez izom lenne, akkor rajtam. De jó, most de ilyeneket még ilyeneket, ilyeneknál nincsenek, hogy ez nagy, fantasztikus ilyen, tudod, átalakítom a zsírt, ebben az évben izom már. Ma még vannak ezek a nagy fogadkozások. Nincs. Tudod? Nincs. Azt szeretném, igen, és akkor zsírt átalakítom izommal. De nem fog gyúrni járni, ígérem. De jó, hagyjál már, te már minden megígértél, aztán kocogsz, futsz, izé, biciklizel, föltekersz, leszoksz a dohányzásról, érted? Tekerés lassan... is megvan, aztán abszolút. Már, nem te, már így nem tekerek újjal. Lassan meg a leszel, az, azzal nem. De van futás, az van, azt nyomom, azzal kapcsolatosan vannak terveim, az oké, okay, de egyébként más nem, tehát gyurma nem lesz. Gyurma nem gyurma lesz. Fiatal vagy, abba hagyod? Nem, hogy megpróbálom megcsinálni, érted, hogy végre futok, mert ez még csak kocogás. Na, én nem nagyon járok templomba, szerintem ti se, ugye? Nem nagyon járunk templomba, nem vagyunk templomba járók. Egyszer egy feketem is se becsúsztam, halmi dűlő. Nem vagyunk templomba járók, de biztos ti is hallottatok arról a papról, aki, aki a múlt héten bukkant föl, csak ugye a múlt héten mi nem tudtunk vele foglalkozni, mert hogy szabadságon voltunk. Ő az, aki egy magyar papról van szó, és egészen átformálta egyébként az Isten tiszteletet, a misét, mert hogy... Hát volt olyan bátor, hogy belevette a Star Wars-t magába a misébe, és ő a Star Wars-szal, a fénykarddal, az erő ébredésével akartam. Hát nem azt mondom, hogy tanítani a tanítványait, vagy szórni az igét, de egyfajta újítást bevezetni a miség területén. Igen, elmondani ugyanaz, csak máshogy. Elmondani ugyanaz, csak máshogy. Egy tényleg egy magyar papról van szó, aki azt mondta, hogy ő hisz a Star Wars őrületben, és szeretné valahogy új formában átadni az igét az Isten tiszteletre járóknak. És állítólag baromi népszerű, nagyon-nagyon sokan szeretik, ez egy sima átlagos katolikus Isten tisztelet, amit ugye úgy kezdett, mármint a prédikációt, hogy megihletett engem az erő ébredése. Szenzációs! Elolvastam ezt a cikket, hát egész egyszerűen szenzációsnak tűnik. Tudod, aki hozzászokott már a sztenderdekhez. Igen. Utána egyébként idézett a Csillagok háborúja a filmekből, és belefűzte azt, hogy megnézte az új Star Wars, majd egy kellő pillanatban elkezdett lézerkardozni. Igen. És néhány gondolat elejéig kitért még a Star Trekre, illetve a Babylon Fire-re is. Igen. A minisztránsok hozták a füstölőt, a pap elővett egy ilyen prezentációs használható ilyen kis lézer pöttyöt, amivel ugye megvilágított a táblát éppen ott, ahol tartasz, hogy amiről beszélsz, és hát a tömjénen keresztül megmutatta a lézer sugarat, hogy lehet ezzel lézer kardozni. És ami nagyon hát ilyen fontos, Isten tiszteletre el kell menni, nem? Zseniális. Hogy még gyerekek, arra is vigyázott az emberünk, mert ebből az átlag ilyen lézervetítő az a piros színű. És a piros a gonosz színe volt. Érted? Ugye az hiteké volt, és ő miért szerzett zöld színű? Zöldet neki szerzett. Zöld lézerkardja volt. Ez nagyon szép. Stílus helyen. Igen. Na most azért azon elgondolkoztam, hogy mi van olyankor, amikor te nem érted, mert mondjuk nem láttad, hát itt vannak nyilván idősebb Isten tiszteletre járók is, hogy ők ezt így hogy vehették vajon? Mit szólhattak, amikor hirtelen Gábor pap elkezdett kardozni? Vagy elkezdett az erőébredéséről beszélni? Ez is a gonosz, mint az erő. Megszállta az ördög, mondták a 70 pluszos hallgatók. Tehát van, aki elment erről az istentiszteletről, vagy mindenki szállítát, ha nézte? Állítólag egy ember állt fel, aki ott hagyta azt az istentiszteletet, a többiek viszont nagyon imádták a lézer bemutatót. Igen, mert a csillagkapus volt. Felállt és kikerre magát. Maga a Csillagok háborúja nagyon illik, hát ott megvan minden, ami megvan mondjuk a Bibliában is, nem? Tehát megvan a jó, megvan a rossz, megvan a természet feletti, megvan az erő, a jó győzedelmeskedése, a rossz felett, hát mi minden, ami erről szól, hát Lukács is nagyon sokat merített. Tulajdonképpen sok mindenből, többek között ugye a Bibliából is. Tehát a kettő kapcsolódik azért, vagy lehet találni találkozási pontokat? Egyértelmű. És az hogy tényleg ilyen formabontó módon próbáljunk átadni ugyanazokat a dolgokat, amiket előtte több száz éven keresztül már, ugye, valljuk be őszintén, egy picit azért unalmas módon tettek az elődei. Én annak idején
Én például áldoztam, bérmáltam, első áldozó voltam, stb. Én elég sokat jártam templomba. És megmondom őszintén, hogy azért volt egy pár olyan alkalom, kb. 30-40 mise, amiben úgy belaludtam kicsit a felénél. Igen, mert hogy megszokod ezeket a sztereotípek, megszokod a sztenderdeket, mindig ugyanazt mondja, hát szinte mindig ugyanúgy, és tudod, az egész kezdődik. Nagyon variálni, igen, nehéz is azért. Igen. Igen, de lehet azért izgalmasabban. Persze, unalmas. És nem vágtál senkinek a kezét? Meg nem volt sem, te nem mondd ilyen, hogy az első minisztráns fiúnak megjelent. Varázdálkodtam! És azt mondta az atya a fiúnak, én vagyok az apám. Na, itt van velünk Gábor pap a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Na, mik a visszajelzések a misével kapcsolatban, vagy a miséről? Hát mondjuk meglepően pozitív hatása lett. Nem volt olyan, vagy én nem találkoztam olyan időssel sem, aki nagyon meg lett volna botránkozva. Lehet, hogy van olyan, de szerintem gondolom, én most nem hallgatja úgyse ezt az adást. De ettől függetlenül, tehát nem a botránkoztatásra ment ki az egész, meg nem az extrára, hanem pusztán csak a modernkori eszközöket vezettem be, hogy szemléltessem azt az evangéliumi szakaszt, amiről szó volt, hogy a láthatatlan láthatóvá válik, hogy a láthatatlan Isten látható emberként jelent meg köztünk, és hogy mi emberek képesek vagyunk az Isten fényességéből valamit tükrözni. Tehát milyen, mondjuk úgy, törőközeg vagyunk, akik képesek vagyunk visszatükrözni azt a fényt, amivel megvilágít bennünket az Isten. Volt egy ilyen mondat, hogy az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. És én ezt szemléltettem. Úgyhogy a tömén részecskék, ugye, azok az emberek, a lézersugár az a Istennek a fényessége, és hogyan törjük meg. Csak hát sikerült úgy látszik megtalálni a megfelelő hordozóanyagot az üzenet átvitelére. Ez kipróbáltad otthon? Tehát eljátszottad ezt, hogy néz az majd ki az, hogy kicsit belegyezed ott, milyennel megvilágítod egy zöld kis lézeres kivetítővel, és az valóban fénykar, de vagy ott ezt improvizáltad? Nem, hát én ugye érettségiztem, tanultam fizikát, és ott ezt mi végre is hajtottuk ezt a kísérletet. Szerintem egyébként bejönnének a fizika órák is, hogyha hasonló módszereket alkalmaznának. Szóval így gimibe is azt is élvezetessé lehet tenni. A papi körökből kaptál visszajelzést? Felszólító levelet? Azonnal hagyj abba. Miféle istenkáromlás történt ezen a misér? Azonnal hagyd abba, és térj. Oda csörgött Erdő Péter, és az egy Gábor, majd gyere már be hozzám. Egy kis elbeszélgetése. Volt bármilyen visszajelzés? Nem, tehát nem nagyon érkezte. Aki látta, az gratulált. De egyébként elmarasztalást nem kaptam, de hát miért is kaptam volna, amikor igazából én semmi más nem mondtam, mint az evangélium, csak megfelelő szemléltető eszközt használtam. Tehát, mi abszolút veled vagyunk. Abszolút. Én például megtanítatnám a kántorral a főcím zenéjét a Star Wars-nak orgonán. A fő témát, igen. És arra jönnél be. Persze, akkor már trombita meg üzdob is kéne, tehát ez nem elég akkor. Meg lehetne nyitni más irányokba is. Be lehetne hozni a Gyűrűk urát is. Sauron szeme mindent lát. Ott van az élet mindentől, hogy megkísértsen minket, de... Egyébként ezek a modernkori mítoszok, ezek azért olyan népszerűek, mert valahol az alapüzenet az bele van írva a szívünkbe. Tehát, hogyha léteznek ezek a mostani mítoszok, kipattantak valakinek a fejéből, és sok ember elmegy megnézni, az szerintem azért van, mert itt valami interferencia van. Tehát, hogy az ember szívében bele van írva ez az üzenet, hogy létezik a jó, létezik az abszolút jóság, és hogy a jó legyőzhetetlen, tehát, hogy a sötétség nem győzte le a világosságot. Nem csak azért, mert szeretik 3D-ben nézni az űrcsatákat? Én 3D-ben nem néztem meg, de... De láttad egyébként? Megnézted? Láttam, persze. Tetszett? Persze. Igen, nekem tetszett. Mondjuk én a Jedi visszatért láttam először gyerekkoromban, 84-ben a csillagmoziba, ahol apukám elvitt, hogy ugye anyu tudjon otthon tanulni, akkor már hárman voltunk gyerekek, és nekem az volt az új részben, az volt a nagy szám, ugye nem a mondani való, mert az gyakorlatilag ugyanaz, mint a csillagok háborúja, tehát az ugyanaz. Egy ezekben ugyanazt csinálták meg, igen.
Igen, viszont az, hogy azok a szereplők, akik fiatalok voltak, amikor gyerek voltam, és most megint megnéztem, és valamilyen nosztalgikus hangulat lett rajtam. Úgy, szóval nekem ez nagyon tetszett. Ó, hogy hát figyelj, na, nálunk persze, a fél mozi besírt, mikor megjelent a Han Solo, tapsoltak, mikor megjelent Leia, a Luke-nál mindenki bekönnyezett, pedig Luke csak egyet nézett, tehát sok dolga nem volt a szöveg összeolvasáson, ugye, de hát ahogy ő azt ott meg pillantotta a végén, zseniális volt. Ki a kedvenc karaktered? Hát igazából... Vagy ki volt gyerekkorodban? Gyerekkoromban a Luke volt. Luke? Hát igen, jó. Igen. Hát nyilván, hát azért volt az ön lézer is. Már meglepődtünk volna, bedobsz egy Boba Fettet. Na, ne, vagy, igen, igen, igen. Lesz folytatás egyébként? Hát én mindig igyekszem szemléltetni, tehát mikor mit sikerül találni, de hogyha találok valami szemléletes párhuzamot, azt bele szoktam vinni a misébe. Ugye a mise rendjét nem változtattam meg, meg nem is alapítottam meg a Jedi Egyházat, mert láttam, hogy van ilyen, nézegettem a bejegyzéseket, hogy miért Star Wars mise címet kapta ez az egész. És nyilván, mert figyelemfelkeltő, de semmiképp nem azért, mert hogy én ehhez a... Tehát ezt szeretnék elhatárolni, azért nem vagyok olyan, tehát hogy ilyen Star Wars-os Jedi lovag meg ilyenek, hanem én egy katolikus pap vagyok, csak szeretek szemléltetni, és mindenkit szeretettel várok természetesen. Hát a fiatalok is jobban beülnek misére, így, egészen nem? Egészen biztos, hogy jobban eljut hozzá az üzenet. Persze. Persze. Érthetőbb. Egyébként ez egy ifi mise volt, tehát ez főleg fiataloknak szólt, azért is használtam ezt a hasonlatot. Van többféle korosztálynak is, tehát hogy mondjuk nem a mise szerkezetét változtatjuk ilyenkor, hanem inkább a mondani valót úgy fogalmazzuk meg. Tehát van a reggeli 9-es, az gyerekmise, akkor is viszek mindig valami szemléltető anyagot, csak akkor még ez a lézeres nem jutott eszembe, meg különben is ez 12 év fölött van. Persze, világos karikásság van a korhatárnál, hogy is 6 pluszos, 12-es, 16-os, 18-es. Ez nagyon sehez. A pluszosoknak miből idézel? Hajmási Péter és Pál apostolok elmentek a Korintus. Nem, hát azért nagyjából ők is szokták venni azt, amit a fiataloknak mondok. És nem is mondtad az elő, hogy nem is ment ki senki, tehát nem állt föl senki, hogy ez Isten káromlás, keresztet vetett és kiment. Hát kiment, azt olvastam én is a cikkben, hogy kiment, meg én láttam is, hogy kiment az illető, de hát mi Jézus is, amikor beszélt, akkor egy csomóan ott hagyták. Hát vagy Star Trek rajongó volt, nem lehet tudni. Hát vagy birodalom szimpatizál. Ja. Igen, a birodalmiakkal szimpatizál, igen. Nem, esetleg félreértette, lehet, hogy azt hitte, hogy én ilyen Jedi egyház felé mozdulok el, de nem. Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes történetet. Ezt már a múlt héten olvastuk, csak nem voltunk adásban, aztán nem tudtunk ezzel foglalkozni. Szimpatikus kezdeményezés. Úgyhogy reméljük, még sok hasonló lesz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Szívesen. Csak így tovább, így van. Napot. Az erő legyen. Illetve dicsértés. Köszönjük szépen. Hello, ciao. Hello, sziasztok. Köszönjük szépen. Gábor atyám, ezt kell mondani, a Gábor atya. Gábor atya. Köszönjük imádom, szépen. Gyerekek, ez helyes. Nagyon jó, így kell csinálni, modernizálni kell, nem? Így átadod az üzenetet, ugyanazt, amit évezredeken keresztül Anyaszentegyház átadod, de... Picit lehet változtatni, hogy tudjanak vele azonosulni. Lézer kard. És most kis padavánok, nyissátok ki a Zsoltárok könyvét. Tényleg szimpi. 7:30 múlt pontosan 5 perccel. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig jövünk, Ákos híre jutam. 3:48 van egészen pontosan. Hello. Mindenkinek jó reggelt. Itt vagyunk. És egy jó zene. Ilyen zenék kellenek reggel. Több is jó. Igen, másik rád. Vagy nem, itt is. De egy jó Robbie Williams. Sokan szeretik, sokan ismerik. És jó is. Nagyon jó. De mert az fontos. Hát fontos, hogy. Uh-huh. Egyfajta generációs élmény legyen, hogy legyen egyfajta aha élmény a zenében. Nem? És ebben van, hogy ó, de jó, ezt kedvelem. Felhangosítom, vezetek, tornázom, jogázom. Jobban. Hát erre jogázni ezt meg nem érzem. Igen. Jó. És Pilates. Megcsinálok egy kis négy jut ászonát a zenére. Most egy gyors lapütvözlet. Így van, ez a tempó. Jobban, még az autó is jobban gurul, hogy vigyük az óvodába, iskolába a gyereket. Tehát jó zene volt. Tényleg. Moson, Szent Miklósnál a 139-es kilométernél mérnek az M1-es autópályán Budapest felé. Soroksárin befelé a volt Max előtt rendőrök vannak, a buszsáv használatát ellenőrzik, mindenki vigyázzon. Puszi Marci. Hősök tere felől jövőket mérik az Andrássy úton, de ma küldte nekünk. Aztán a Csömöri út befelé a szokásosnál is lassabb, okát sajnos nem tudom, még állok a sorban. Üdvő István.
Nézem, hogy mi van. Még 22. kerület, Háros utca, trafi, a lefelé menőket mérik, vigyázzon mindenki. Valamint a Galántai úton Győrben a három lábú már kihelyezve, illetve pontosabban Oktáviába rejtve Szlovákia felé, ezt Zola küldte nekünk. Tiszaszalkán a gyár előtt drága fotók készülnek szintén, mosolyogjon mindenki, Stallone-nak küldte nekünk, és az M1-es 140-es kilométerénél van egy trafi, ezt pedig Rita küldte. Nagyon jó. És van még egy dal egyébként, Robbie Williams is nagyon jó volt, de van egy, ami hozzánk egy picit közelebb áll, ez pedig a Polgár Peti és Hungarikul Huna dal című tétele. Hmm. Tegnap ígértük, hogy leadjuk, azt elfelejtettük. Szerintem azért ma már nyomjuk már le. Jó. 8 után. Egy 8 után. Egy 8 után. Egy indítós Polgár Peti. Egyöntetően imádják az emberek, csak idézem a legutóbbi három hozzászólást. Kedvenc dalom, jók vagytok, fiúk, folytassátok. Ez mi az a szar? Igen. Jó, nem tetszett. Hajrá, Peti. Zseni ez a csávó. Imádom. Tehát, hogy ezek vannak fönt a videóban. Jó lett volna egy picit euróvíziózni ezzel a dallal. Tényleg? Hát, jó lett volna, ha a zsűrinek egy picit több humorérzéke van, vagy tudják valójában mi is az a show business igazából. És nem akarják ezt a dolgot túl komolykodni, jó lett volna elindulni ezzel a dallal. Nem baj, legalább a magyar Eurovízió válogatáson. Igen. Egy vidám dal kellett volna már. Kellett volna egy honnan igazán tudod, vidám dal. Nincs most a 30-ban, lehet, hogy 25 belőle. Gyuhaj, ilyen jó. Gyuhaja? Kevés az esélyem. Mit szóltok Messi aranylabdájához? Hát, anyadik, ez ötödik? Ötödik aranylabda, gyerek. Egy... Biztos, hogy egy UFO. Egészen biztos, hogy nem evilági. Nem közülünk való. Nem? Három elképesztő. Soha senki nem nyerte el, ő már ötször. Tök jó. Hihetetlen. Nem mondták azt az idei ilyen szavazásnál, amikor ezt megszereztek, hogy gyerekek, van már négy, hagyjuk ezt a fiút, van még azért tehetség. Hát... És utána meg azt mondta valaki, hogy oké, hogy van tehetség, de ilyen nincs. Ott az ötödik. Óriási. Elképesztő. Cristiano Ronaldo és Neymar előtt végzett, ugye. Ilyenkor, hogy ők nem tudják, hogy ki kapja, el kell menni, ugye, és végig mosolyogni akkor is, ha nem kapod. Tehát nem súgják meg előre, hogy te gyere el mindenképpen, mert te nyered. Szólnak szerinted előre? Cristiano Ronaldo, amikor kiderült, hogy nem ő fogja, valahogy nem ért oda időbe. Igen, tehát leadják a drótot, hogy Ronaldo nagyon várunk, Neymar örülünk, ha ott vagy, de Messinek érezzük, hogy te mindenképpen legyél ott, ha érted, de mire gondolunk. Igen, és ne a kockás öltönyöbe gyere, mint a múlt évben. Mint az elmúlt négy évben. Hajtottad a kockás, hajtottad ezt a szörnyű kockás öltönyt. Igen, ez szegénynek szörnyű az ízlése egyébként. Tényleg. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Neymar és Cristiano Ronaldo is egy zseni, tehát ötötször megnyerni, az hihetetlen. Mi azért nem vagyok akkor a labdarúgó fanok, de akik egyébként tényleg azok egyöntetően azt mondják, hogy örülnek, nagyon sokszor olvastam ilyet, hogy örülök neki, hogy most élek és látom ezt az embert játszani. Mert ugye nekünk is voltak korszakos játékosaink, igazi zsenék, mint Töröcsik például, vagy hát ugye sokat emlegetett aranycsapat, de hát mi őket már azért, mi Töröcsiket még csak láttuk játszani. De hát hogy... egy-egy ilyen fekete-fehér felvételen néha, de hát ne, a mi generációnknak már azért ez kevesebbet mondanak. Így van. Ezek a nevek. Na ja, és ne, hogy megverjék, még persze ott volt Albert is, meg a Nyilas is. És... Megírják, most azt mondják, hogy jelentesznek, persze. Igen, hát ez egy nagyon nagy dolog. Na, van hallgatónk? Van hallgatónk, aki játszik velünk, úgyhogy megyünk is tovább. Valaki kitalálhatja, hogy mit mond óra. Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem mi? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. De vacsigyella, mime? Aki válaszol. Fót sírk. Kristóf. Kristóf, hello, jó reggelt! Megdolgoztattál minket. Meg kellett feszülni ezen most, igen. Hello, Kristóf, honnan hívtál minket? Budapestről, mit csinálsz itt? Üzletkötő vagyok egy mérnökirodánál. Üzletkötő egy mérnökirodánál? Hú, de komolyan hangzik ez. Milyen üzleteket kell kötnöd? Automatizálás és irányítás technika, ipari szint. Most mentünk még mélyebbre, most már én Marjabnára, 10-11 km mélyen vagyunk. Innen már csak fölfelé vezet az út. Mit jelent ez pontosan? Például gyártósorokat, konvejorokat telepítünk, és mi végezzük a programozási munkájukat. Azt a betyárját. És akkor te elmész, megkötöd az üzletet, hogy vegyék meg tőletek a gyártósort, és be is telepíted? Én mérem fel az igényt, és hogyha megállapodtunk, hogy nekik ez kell, és mi ezt meg tudjuk csinálni, akkor kész az üzlet. De ez klasszikus ügynöki meló, tehát odamész, és bekopogtasz valahova. Szerintem ezt lehet jobban csinálni, automatikus? Körülbelül így. Kipattintod a kis aktatáskodat, mutatom, felhajtod, és elmagyarázod, jó, hogy lehet ezt jobban csinálni. Jól hangzik, szereted? Igen, nagyon szeretem. Fix béres ez, vagy jutalékod van?
jutalékos is, de fix bérem is. Tehát van egy fix, és akkor ha sok üzletet hozol, akkor azt szereti a főnök, és ebből ad jutalékot. Az egy jó rendszer. Meg hát te is nyilván persze, tehát motiválva is vagy, de azért van egy alapvízú is. Az jó. Korrekt, és mindig ezt szeretél volna lenni? Már kiskorodban is jött. Érdekesen toppontottál az óvodában, hogy szétnyomtál egy-két homoktort. És akkor is, ha úrna, hogy az állással akarok foglalkozni. Hát akkor még a klasszikus mozdonyvezető tűz volt. Jó, hát persze, az is persze. Na, Kristóf, hát válasszál akkor, jó? Mondom, hogy mi van, város, híres ember, szólásmondás és tárgy. Ugye az állatot tegnap kilőtt a játékosunk, a bohóc hal volt tegnap, nem sikerült kitalálni, pedig nem volt nehéz. Nem. Ennél csak szinte nehezebbek vannak. Laktóhob. Igen. Legyen a tárgy. Tárgy. Na jó. Oké, indítjuk akkor az órát. Jó, fél percet van. Kettőször mutatjuk, utána szépen elkezdjük kipakolni az ajándékcsomagot. Mehetünk? Igen. Na figyelj. Ózófogod. Hogy? Még egyszer. Ózófogod. Ollóhógod. Hógod. Good? Hógod. Az a vége. Hógod. Good. De jó vagy. Így van. Hát ennyi volt. Dugóhúzó, persze. Jól van, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Köszönöm. Szuper. Ózóhógud, ugye ezt mondta, és hát ezt visszafordítod, a végét kell csak gyorsan átkonvertálni, és akkor megvan, hogy dugóhúzó. Elhangzott sokszor idén szilveszterkül is. Visszafele sokszor mondták, igen. Jól van, ügyes vagy, küldjük neked tényleg még egyszer egy tapcs. Megérdemelsz, Kristóf. Van egy szép kis ajándékcsomagod, jó? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Nem sokára meg is kapod. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Azt írja egy hallgató, hogy pöttyös volt Messi zakója, nem kockás. Lehet egyébként. Tényleg mindesetre nagyon ronda volt ez a lényeg. Aha, tehát, hogy azt valaki elhitette vele, hogy az trendi, az szép, az drága, az menő. Drága volt, biztos. Van biztos, hogy baromi drága volt, de annyira ronda volt. Tehát ilyet nagyjából itthon mondjuk, mit tudom én, Fási Ádámon vagy Pataki Attilántól kell képzelni. Tényleg, körülbelül. Jól is állt. Az a brand, az a style volt nagyjából. Köszönjük az SMS-t. NSZ-nél mérik a Győr felé haladókat a felüljáróról, ezt Geri küldte nekünk az M85-ösön, valamint trafi van a 21-es úton, Mátra, Verebély és Tar között zöld navarából mérnek, úgyhogy mindenki vigyázzon. Ott is jó, 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Magyar legény gulyás teszik kenyérrel, a kisjány hátsójára csatti tenyérrel. Hozz jó bort, amit a babád imád, aztán hadd csókolja meg a hambas pici szár. A folytatásnak az lesz az ára, ha a legény gumit húz a fogszekerére. Magyar ember kalapot tesz fejére, a sztrári vall a tüsténkedő nejére. Hey! Asszony gyorsan, a főztöttől lehet, hogy befordulok, van-e nála tiszta
bótázni, elborozni és utána meg lopni a táncot. Hazaérnek, ledőlnek a teraszra, mert nem találnak a kulcsukba beborozva. Amíg el nem jön értük a kaszás, evés, ivás, mulatás meg barátság. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk a Klasszon, és folytatjuk Polgár Peti és a Hungary Cool, azok lettünk volna mi, ugye Hunadal című általunk nagyon kedvelt nagyon jó kis dala után, és hát nem csak általunk, mert közel 500 ezeren látták már a YouTube-on, úgyhogy egyébként nincs is videóklipje ennek a dalnak, tehát még többen megnézhetnék, csak magát a dalt hallgatták meg ennyiszer. Ugye a YouTube-on, hát még csináltunk volna hozzá egy klipet, akkor nem ez a számé. Nem akartuk a látvánnyal el. Nem akartuk, persze. Mi most nem ezzel akarjuk eladni, amikor itt van a tartalom. Igen. Így van, amikor nincs mondani való, érted, képpel elfedjük az a klip. Nagyon, nagyon szerettük volna ezt színpadra állítani, igazi magyar hungarikumokat felvonultatni, és 3 percben megmutatni, hogy ez az ország, ez az egyébként nagyon tehetséges, kicsit néha irigy, kicsit néha frusztrált, kicsit néha szomorú ország. Egyébként mennyi tehetséges elmével volt, van megáldva, és hogy mi azért jó vendéglátók vagyunk, szerethető ország vagyunk, és ezt megmutattuk volna 3 percben, de nem fogjuk. Nem fogjuk. Ez oda van, gyerekek, megpróbáltuk, sok sikerült. Én küzdöttem egy ilyen szundágos változatért, rengeteg nővel, medencével, hogy hívják a kis köddel, vagy füsttel, nem tudom egészen pontosan, a drága autók, amik ugrál az elejük, de aztán ezt leszavazták a srácok. De jó lett volna tényleg 3 percben az Eurovízió megmutatni, hogy mire képes a magyar, és felvonul ott rengeteg mindent színpadra állítani profi módon, de hát nem lettünk benne de a legjobb. Legyen már, tehát legjobb legyen hátrafelé forgó krómozott dísztárcsás, vagy felnis, vagy hívják autós klipünk. Jó, azt légy. Hát ez csak az ne erre a dalra, mert nekem ez ilyen nagyon magyaros, ez nagyon hungarikus. Tehát ez ott vagyunk. Pulikutyás, csikójelmez, Rubik kocka, a legnagyobb közhelyek. És vissza forgó felni. Tehát ide nem illik, ide nem illik. Hát akkor kizavartok, de hogy legyen már tényleg egyszerűen karmastagságból, trombitariz nyaklánccal, hogy menjek már. Igen, ebben a számban kicsit nehezen megideologizálni, de egyszer csináltunk egy olyat, és én is benne vagyok. Nagyon tetszik az az irány is. Igen. Na, azt mondja, nem hallottam a Hunadal, de óriási, fogjunk össze, valahogy utassuk ki az Eurovízióra, ez a mi kultúránk. Hajrá, Peti! Na, ez a szám volt a TV2 szilveszteri műsorában. Lehet, hogy Peti előadta, mert hogy volt frisbee, meg volt kassa, tehát lehet, hogy ez a dal ott valóban elhangzott, sőt, hát a hallgatóira biztos. Mi büszkék vagyunk rá, és örülünk. Így van, végre valami szórakoztató dolog a TV2. Most miért mondod? Ja, mondjuk ott nagyon sok szórakoztató. A tulajdonosi procedúra már önmagában nagyon szórakoztató, de hát a TV2 régóta mondja, hogy szenvedélyük a szórakoztatást. Ennél szórakoztató adásvétel nem volt a földön sem. Azt gondolom, hogy ott azért nagyon sok szórakoztató dolog történik mostában, és csak meg az adásvételt. Önmagában egyszerre 6 tulajdonosa van a TV2-nek. Meg azért, azért ritkán történik. Tessék? Egy kiváló műsor. Egyébként sokat beszéltünk róla, azért nagyon klassz, vicces műsor volt, így van. Reggel óta ez megy a fejemben, most még leadjátok. Hát kellett ez ír egy hallgató smiley jelen? Hogyne? Igen, jó kérdés, igen. Bizony, szükség volt erre. M5 a Szeged felé a Dabasi lehajtónál, trafi vigyázzunk, Csé írta nekünk, aztán M5-ös Újhartyáni kiárónál mérik a Szeged felé haladókat, Zsolt küldte. 21-es úton Lőrincnél baleset, aki teheti, kerülje. M5-ös Szeged felé, ezt mondtam, a kiárónál van trafi, valamint Mátra, Verebély és Tar között szintén mérnek zöld navarából, mindenki vigyázzon. NS-nél mérik a Győr felé haladókat az M85-ösön, és Budapest felé Moson-Szent Miklósnál a 139-es kilométernél is mérnek. Viszont úgy néz ki, hogy Budapesten minden oké, sokkal kevesebb a pesti közlekedési hírünk, ilyenkor már van jócskán, de most csak egy-kettő csordogál. A Csömrői út befelé a szokásosnál is lassabb, egyelőre még mindig nem tudom az okát, ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Úgy látszik, hogy mindig január van. Hova tűnnek az emberek januárban? Mondjátok meg nekem, mert ez számomra egy nagy rejtély. Tehát, és nagy a buli ott? Mert hogy... Tehát, oké, nagyon sokan elutaznak. Nyáron érzed azt, hogy tényleg kiürül a főváros. Ugye elmennek nyaralni, kevesebben dolgoznak, jól lehet haladni reggel, délután, este, nem viszed iskolába a gyereket, tehát nincs ez a káosz. De január első 2-3 hetében azért nem megy el a fél ország, rengeteg helyen iskola van,
óvoda van, de mégis valahogy... És azért örül ki az ország, mert ebben az országban nem lehet... Igen, hogy elmennek siet. Mint a nyaralás, nyáron nyaralás, nekem arról ugrott be, hogy te most kezdted sorolni, hogy a nyarat értjük, hogy miért van meg kevesebb. Ilyen, hát az úgy érthető. Megy mindenki sielni, jó megy, érted? Sielés, hús. És elmész, és elviszed a gyereket, de iskola van. Mennek hát... Művenpikre, vagy hova? Igen, Művenpikre. Valami nagy hely. Ugye, valahogy az emberek nagy többsége tényleg kiüti ezt a január első egy-két hetét, hát szenzációsan lehet haladni a fővárosban. Érezhetően, hát január első hetében mi sem dolgoztunk, hát úgy mentél, úgy intézted a dolgaidat, hogy sehol nem volt semmi. Vagy elfogyott a benzinpénz, ugye? Uh-huh. Karácsonykor kiköltetkeztek, és mindenki BKV-zik a városban. Hát a másik variáció az, hogy vagy áll a BKV egy pénztárak előtt, vagy pedig a kormány ablakokban. Hát, hogy ez is lehet. Az is lehet. Fél héten hétvégén próbáltam bérletet venni, nem sikerült. Egyszerűen meguntam a sorbaállást. Aztán most hétfőn intéztem el korán reggel. De hogy hétvégén nem lehetett kapni. Nem, úgy azért nem lehetett kapni, mert annyian voltak. Hihetetlen. Applikációt kéne csináljanak. Sokan vannak. Pesten dugó van egyébként, valaki ezt így a Szegedről. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon szépen. Jól értesült vagy. Igen. Nagyon nagy kérdésem van felétek. Legyetek kedvesek segíteni. Mindenben segítünk, amiben következő csak tudunk. Következő 2016-ra. Nem! Miért kötetném? Pont azt akarom. Én ezt már én régóta mondom nektek, mikor itt a gyerekkérdés. Szóba kerül, hogy én négyig nagyon jó vagyok, csak a békát kéne meggyőzni, és arra gondoltam, hogy ére pénzügyi alapokra terelni. Na. A szerelmük újabb gyümölcsét. Mire gondolsz? Hogy fizessen érte végre? Hogy végre. Engedjen minden egyes szemeszért pénzt akarok, nem, hogy csókot akarok. Gyere ide. Én most kaptam be egy mentoszt. Várjál, kicsit hosszadalmas lesz, mert derék szív van rajtam, de le tudod venni, mi? Sem te vagyok, nem fogsz érezni semmit. Ott tartunk, hogy van két gyönyörű gyerekünk, igen? És hogy lehet, hogy még én akarnék egy kettőt, a béka még nem tudja, de egyet lehet, hogy még, és akkor mi jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek, illetve jogosult leszek arra, hogy csókot igényeljek, teszem föl a kérdést. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Ahogy látom, ez napról napra változik, tehát még akik adják, se tudják, hogy te jogosult leszel a jelen pillanatban, vagy legalábbis most nagyon nagy csókörület van. Hát mindenki, figyelj, erről mindenki. Beszél az ország, akinek már van két gyereke, mondjuk azt simán azt mondja, és akkor itt rögtön hát, is az első. Azért vannak kivételek, tehát nálunk is kettő van, de azért van nem házad. Megyek úgy, nem kezdem el ütni az azt, hogy csókot, tehát ez így nincs. És akkor jönnek azok a kérdések, hogy nekünk ugye nincs saját tulajdonú ingatlanunk. Hát akkor ez egy tízessel bejje, vagy plusz kapsz három. Ti is a gyerekre írtatok minden. Így van. Ti is féltek a naptól. Persze. Meg anyára vált szegény kis nyugdíjas, érted? Hogy azt mondod, hogy akkor ezt az egyet már bevállalod azért a 10 millióért, ha nem akartad volna, én mondom még egyszer, hogy akartam egyébként is, de hogy azt mondod, hogy azért a tízesé csak megéri, nem? Hát még egyet. Ahol de nem áll, hogy lóvért szaporodjunk, hát ez mi ez, egy kisfiam? Szépen fogom. A lóvért szaporodjon az a van. Hát ez szóval erről szól. Csinálok még egy gyereket, és kapok ugye 10 plusz 10-et. Én nem vagyok otthon annyira csókban. Kapsz 10 milliót, amit nem kell visszaadni, és kapsz másik 10-et 25 évre 3%-os, kb. 3%-os kamat. De azt vissza kell fizetni. Azt vissza kell fizetni. Viszont van egy csomó olyan dolog benne, ami azért meg tudja egy kicsit törni a lendületet, mert például akkor is kaphatod ezt, ha neked még egyetlen egy gyereked nincs. Csak de bevállalod, azt hogy mondod, három. Hogy vállalok hármat. Jézus Isten, hát arról én mindenkit lebeszélem. És most figyelj, ha úgy vállalsz hármat, hogy még azt se tudod, milyen egy. Igen. Hát azért egyen legalább essünk túl, és csináljuk végig az első egy évet, azért ott átformálódik sok mindenki, mikor brutto 163 hete nem aludtál semmit. Szóval úgy veszel föl, úgy kapsz 10 milliót. 10 millió, egyébként baromi sok pénz. Én megértem, hogy sokan ezen gondolkoznak. Akinek van kettő, és ezen elgondolkodik még azt is, de azért az nagyon durva, hogy egy sincs, és azt mondod, hogy 10 plusz 10 ért, te azonnal hármat beválasz. Mi van, ha kifutsz az időből? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha a kettő után egyszerűen a szervezeted úgy dönt, hogy nem tudod fizikailag bevállalni? Mondom, akkor van egy büntető kamat, meg nem tudom, miket hallok. Akkor nagyon-nagyon sokszorosát fizeted vissza a 10 milliót. Akkor az nem lehet egy adott esetben egy adósságcsapda? Dehogy nem. Dehogy óriási adósságcsapda lehet. Tehát a fölvett a vissza nem térítendő tizet. Most csak beszéljünk arról, ne a másik tízről, amit ugye kapsz, hitelben kapsz, és 3%-os kamatra. Megkapod a 10 millió forintot, és azt mondod, hogy ezt te betoltad egy jó lakásba, van valami ízi négyzetméter szám, akármi, és nem jön össze a harmadik gyerek, akkor, ha kettő már van, akkor részarányosan abból a 10 millióból azt hiszem 2,7 millió forint marad, viszont a többit vissza kell kamatostul. Sőt, valami büntető kamatot is emlegetnek. Tehát azt hallom, hogy ha nem sikerül, akkor ugye kijön a számla,
akár egy ilyen 40-50 milliós összegről. Kérdezem, mi van, ha például elvált? Tehát mi van akkor, ha most minden szép, nincs gyerek, és azt mondod, 10 millió jöjjön. Sok pénz. Megértem, ha valaki dönt, tényleg baromi sok pénz, főleg úgy, hogy nem kell visszaadni, hát azért ez egy isteni lehetőség. De mondjuk két gyerek után azt mondod, hogy vége, tönkre ment a házasságod, de egy gyerek után nem bírod, nem akarsz többet, elváltok. Vagy akkor mi van, a vállalod azt, hogy... Pákó. Igen, vagy mi lesz, ha a másik gyerek kapucsinó, és nézel a feleséged a szülőszobán, hogy ejj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 
Ugye együtt kell maradni, az is fontos, én azt olvastam, illetve nem, az nem is jó, ha elváltott. Ott is kell élnetek. Igen. Ott, jó, de anyu mondjuk ott maradt, te elmész, hogy te maradsz ott a két gyerekkel, anyu elmegy, és mondjuk egy új feleséget hozol magadnak, akivel egy harmadik gyereket is vállaltok. Az a három, az ugyanaz a három, mintha egy alomból származó három lenne. Tehát gyorsan leteszel itt egyet, ott egyet, ott egyet, elrakod a 10 milliót, elmész Vegasba, fölrakod a pirosra, és van három gyereket, három különböző asszony. Hát azért ez jobban van rendőr kitalálva szerintem, de mondom, én olyan büntető kamatokat olvasok, azért, tehát ezt jól meg kell gondolni, nem azt mondom, hogy rossz, meg hát kevés részletet tudok, ahogy látom naponta vált. Azért, tehát itt még azért sokan nem tudnak sok mindent, de itt azért a másik oldalt is meg kell vizsgálni, hogy óvatosan ugorj ebbe bele, nehogy aztán valami történjen a házasságoddal, ne jöjjön össze, megérkezik egy csekk azért 40 millió forintról, fölkaptál 10 plusz 10-et, és hirtelen ott én vagy. Tudom, 40... hogy nem lehet mindig így gondolkodni, meg ez egy ilyen negatív szemlélet egyesek szerint. De óvatosan de kell. Én azért először a kockázatokat kérdezném meg, mint ahogy ugye pár évvel ezelőtt, hogy beugrottak sajnos nagyon-nagyon sokan a svájci frankos hitelekbe, ott sem kérdezték meg a kockázatokat, sokan sajnos. Hát de most vagy három de várj, egésznek az üzenete, tehát én, szaporodom, hanem... vagy gyereket csinálok pénzért. Te. Ne, rosszul lóvéért szaporodsz. Ne. Hát tulajdonképpen most basszus, nagyon egyszerűsített. Szaporodsz, azt kapsz érte lóvét. Gyere, ráfordulok, mert adnak 10-et, akkor forduljunk már egymáshoz, csináljunk már egy harmadik. Hát azért ahhoz kellenek észérvek. Akarom-e, fel tudom-e nevelni, van-e rá anyagi lehetőségem, tudom-e bírni fizikailag, lelkileg, mentálisan. Hát azért ezt nem lehet így fölfogni, csináljunk már, ez nem egy kiló szőlő, vagy egy kiló kenyér, hogy csináljunk már egy harmadikat, 10-et adnak, valamire csak elköltjük. Ahol kettő enni kapott a harmadik is enni. Hát azért ez egy komoly vállalás, anyagilag. Ja, nem hallottam jól, meg is hitellét. Szóval én értem, hogy fogy a magyar, és fontos, hogy szülessenek gyerekek, és én is emellett vagyok, hogy egy értékes nemzet vagyunk, ne fogjunk már el. Na de azért ez a 10 év átfordulok, azt mondja, hogy utalnak 10-et, azért csináljunk már még egyet. Hát ez a nem baj. Ez nem egy kiló hús, amit megveszel. De rosszul nézel, tehát mert nem ér erről kell nézni, hogy 10 év fordulsz rá. Nem. Az az, hogy na de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelésem megy. Jó, most egyébként is ráfordulsz. Na, de akkor miért így nézzük rögtön, hogy mert a 10 év csinálsz gyereket? Miért nem azt nézed, hogy de jó, hogy csináltál 3 gyereket, segítünk neked, mondja az állambácsi, azt mondja, hogy segítünk neked, hogy te emberibb körülmények között tudjál élni de a gyerekeid. Miért csóka neve, miért nem Pepő? Pecóért pöckölök. Lóvér. Nem, miért nem lóvér pukkantok? Az a lóvér pukkantok. Annak már megint van. Pukkancs lóvér. Na most... Én ezt értem, de számolt ki, hogy egy gyerek felnevelése mennyibe kerül. Ugye? Számolt ki, hogy két gyerek felnevelése mennyibe kerül. Az iskoláztatás, a ruha, a tápszer, a farmer, a cipő, a külön, amit tudom, rengeteg. Na most ugye, tehát többen jön ki valószínűleg a harmadik gyereked, mint amennyit te kapsz. De na Isten őrizi, és nem lebeszélni akarok, csak hogy gondolkozzunk racionálisan. Egyébként ez egy jónak tűnő dolog is lehet, akár. Nem nagyon ismerem a részleteket, hangsúlyozom sokat szóra, tehát nem egyfajta protestálás most ellene vagy mellette, csak észérven kell, mint szülő gondolkodom, hogy egy gyerek is többe kerül. De pénzügyileg gondolkozom, nem lehet pénzügyileg gondolkozni. Ebből új házat, új a házat építhetsz, vagy újat vehetsz. Tehát nem vehetsz használtat, ugye? Úgy olvastam. Ugye, hogy új ház, tehát új lakásra vagy házra, házépítésre igen. Fordíthatod. És vannak négyzetméter számok is, hogyha lakás, akkor 60, ha ház, akkor mit tudom én, 89. Igen, tehát igen, elég igen, pontosan igen. Meg van határozva, hogy te ezt mire tudod elkölteni. 90 négyzetméternél nagyobb házat kell belőle építened, vagy vegyed, és azt hiszem 60-nál nagyobb lakást lehet. Tehát háznál 90 lakást áll. Ez 60. A legmeredekebb a 10 év, és még nincs semmi, de beleugrasz. Na ez az. És így állsz majd a harmadik éjszaka után, így izék borostásan, kialvatlanul, és azt mondta, hogy de jó, még kettőt be kell vállalnom, mert jön a 40 millás csekk, leverne a víz. Nem akarom nagyon pessimista lenni megint, de hogy most ki mer ebben az országon 10 évre előre tervezni, egzisztenciálisan. Tehát, hogy bármikor bármi jöhet.
Szóval ilyenkor, persze, akkor meg ne csináljunk semmit, és ezért értem én, de hogy azért 10 év. Hány évesek vagytok? Mert hogy van egy korhatár? 40. 40. 40. Én már, hát én már nem. Na most ugye van egy korhatár, egy felső korhatár. Te, te már elestél. Az, de jó az egyik fél is. Úgy, elég, ha az egyik 40 alatt van. Tehát, ha most mi bevarjuk a gólt. Jó, de a béka most 120 alatt van. Mindig. De most a béka 38-39? 38. Hát akkor azt most kell bevarni. Hát most megy a csók. Most kell egy elfeljebb tenni. Kerüljön kovász abba a cipóba gyorsan. Igen, mi kavarjuk, dagasztjuk. Érted, akkor most már ne a bajgasd a szűket. Hát érted, most akkor mi van? Hát ott állsz a kapuba, akkor már csak élnél vele, nem? Tehát nulla gyerekre bevállalni, ez rizikus, de azt mondják, hogy ha viszel papírt, hogy te alkalmatlan vagy a gyereknemzésre, akkor megúszod az egészet. A harmadik gyerek, az biztos. A harmadik gyerek felnevelése azonnal megvan oldva. Hányadik gyerek vagy harmadik? Na nézd, a harmadik csókos vagy. Csókos gyerek, persze. Te leszel a harmadik gyerek, te leszel a csókos gyerek. Így van. Tehát lesz egy generáció, mert úgy nő föl. Na hányadik vagy? Harmadik, Pisti. Ó, te is kulcsos. És pénzét csináltak. Téged szeretek a legjobban, nem? Veled jött a lakás. Hát ilyen már volt régen, ugye? Tehát, hogy volt. Hát egy hasonló támogatások, ez már régen. Hát, ha van valaki, aki erre nem mond nemet, vagy aki most dörzsögeti a markát, ez nyilván ingatlanos. Tehát, hogy ez csináljátok. Persze. Tehát, szóval én egy fokkal ezt tovább gondolom, igen, hogy tovább kell nézned, hogy most gyorsan 10 millió. Tehát, hogy azért ezt nagyon észérvekre kell helyezni szerintem. Főleg a harmadik gyereket. De nekem két gyerekem van, ott állnak a ruhák. Tehát ruhára nem kell költeni. 18 éves korán. Tápszer is még egy kicsit. Tápszer, nem. Magyar anya, magyar csecs. Magyar, ja, így van. Magyar anya, nem a tápszer. Magyar anya szoptat. Na jussunk el még idáig, úristen. Nem, ma maradt még nekünk is utántáplálós tápszerünk. Igen. Érted? Ez van a pelenkát. Erre megy ki a játék. Amit fölhalmoztuk, azt használjuk. Ja, értem. Használjuk. Érted? Aha. Tehát itt vagyunk. Tele van a tároló még lent gyerek tápszer. Plusz mondom, hétvégén Füles barátunknál voltunk, ahol született 3 gyerek, ők már benne vannak a csokiban, lassan mindenféle szinten ikrek vannak, és a Panna. De hát minden, hogy megy a gyerek már, elmegyek, felteszek egy kávét, már terhes valaki. De a Panna gyönyörűen eljátszott a két ikerrel, és vitte őket pelenkázni. De várja, várj. A harmadik. De hogy ezek a gyerekek megnőnek, ezek a gyerekek alá később meg kell próbálni valamilyen egzisztenciát tenni, elindítani. Lakást a szüleitől. Most nem azt mondom, hogy venni kell egy Bentley-t, meg egy rózsadombi lakást, de el kell kezdened egy picit terelgetni, iskoláztatni, segíteni. Ma már azért baromi fontos, hogy nem azt mondom, hogy tegyél alá minden, mert sohasem nem fog megdolgozni, de egy picit próbáld meg támogatni, mert egy diplomával, majd ha kiesik egy egyetemről, nem biztos, hogy akár el tud helyezkedni azonnal, sőt, hát amilyen irányba megyünk, ez egyre nehezebb lesz, ugye, ha csak nem beszél két nyelvet, és próbálkozik meg valahol máshol. Nincs jó asztalos. Hát baromira nincs jó asztalos is egyébként. Megfelé, ne felejtsd el, amit az egyik kedves ismerősünknek az édesanyja mondott, hogy amikor még kicsik olyan aranyosak, mint aztán mind mocskos kis patkányok. Mondtam mama. De hogy mocskos kis patkány lesz. Igen. Tehát, hogy legyen azért harmadik, mert vágyunk rá, vagy úgy teljes a család, vagy szeretjük volt. Magunkat, szeretjük annyira. De ez, tehát legyen azért, mert akkor jön a pénz, tehát maga az ideológia nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de közben megértem, hogy sokan ebbe úgy beleugranak, mert valóban tényleg 10 millió forint nagyon-nagyon sok. Csak hogy ennél ez egy érzelem teljesebb, cizelláltabb, mélyebb dolog, ez a gyerekvállalás csupán pénzért, hát ez nagyon-nagyon meg kell gondolni. Nagyon meg kell gondolni. Azon még hát, akkor van még egy dolog. Na, ha például... Ja, a keresztnév. Ja, hogy mi legyen majd. Legyen az neve, hogy Rákóczi Adorján Kégli. És nem válhatok el. De nem válhatok el. Nem történhet semmi. De nem. Pont ezen gondolkodom. Igen. Hogy Mária, hogyha van, ha mi most békával széttépjük a babaruhát, ugye, külön megyünk, de van nálam, van a két gyerek. És van nálam nem, de nálam van. Igen. És mondjuk, keresek egy olyan nőt, akinek van már egy gyereke. Ha mi ketten összeköltözünk... Nem kell, hogy házasok legyetek a csókhoz? Hogy... És gyorsan feleségül veszem. Innen indul, -2 az esküvő, ugye? Tehát az innen el kell indítanod. Milyen, ahogy olyan itt csináltam. Mondjuk meleg vízpogácsa és egy izé, egy viccel. Egy polgármesteri hivatal, az megvan mondjuk. Hát, és a pogácsát is hozták.
Jó, akkor ezt mondjuk ne mondjuk le. Nincs mínusz 2 millió, tehát csókért gyorsan feleségül veszek egy olyan asszonyt, akinek van már egy gyermeke, akkor meg vagyok a 3 gyerekkel. Na jó, mondjuk hát ez nekem egy picit megvan őszintén. De nem csalódás, Feri, hogy most komolyan 2 gyereket vinnéd, és nem a Ferrari kávé főzött meg a szuvidáló. Az mindig nálam van. Nem szabad. Tehát nem szabad, hogy itt esetleg a pénztelenség, amit megértek, hogy baj van, vagy az emberi mohóság, vagy az, hogy most csak a 10 millió lebeg a szemem előtt, ne lássak 2 dologgal tovább. Mert azért az élet megy tovább, megvan a 10 millió, elköltöm, beleteszem valamibe, de hát szép utána azért... házban fogok lakni én is. Aha, amit egy után majd elvisz a bank. De mi adott esetben? Hát de megvan a 3 gyerek. De na, nem tudod fizetni, amit a Jani most bedobott, akkor nézzük a rendeset. Tehát szerelmesek, már van 2 gyerek, megcsek szerelemből egyébként a harmadikat, meg már lehet, hogy bevarták. Egyébként is akarták? Igen, már bevarták tavaly nyáron, most fog születni. De szépen beszélsz, a francia Zababics Mihály. Érted? Megfogant az a gyönyörű gyerek, várjál már, mindig elakadtak a részletekben. Kovász került a cipóba. Augusztusban beágyazódott az a gyönyörű sejt. Beporoztuk a bibét, bemorzsáztunk a reaktorba. És akkor most tavasszal meg fog majd születni a gyerek, és azt mondjuk, hogy fölvesszük a csókot, megépítjük a házat belőle, ott a 3 gyerek szerelembe élünk, akkor mit viszel a bank? Akkor miért van bank? Akkor nincs baj. Akkor most mondasz. Hát akkor nincs baj, de a válások számát, a tönkrement házasságok számát, ha nézzük, akkor meg ez az ország azért nem feltétlenül ebben maradt, hogy még 10 évig együtt asszonkával, meg 0-3 gyerekkel két együtt. Negatív öreg. 10 év. Ülök két öregemben. Hát ez olyan, mint önként vonul a börtönbe. Olyan dologért, hogy el se követ. 10 millióért ne add el, ne csináld ezt. 10 évnél. Normális. Keseredett emberek vagy. Van egy szakértőnk a vonalban, aki segít nekünk. Hát rengeteg kérdés, nem tudom, hogy ő mindenre tud-e válaszolni. Ráksi Péter a vonalban. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, Péter! A pénzcentrum.hu elemzője, hello Péter! Hát, ahogy látjuk, olvassuk, mi egyébként viszonylag keveset tudunk róla, főleg azért, mert hogy naponta változnak a kritériumok. Ez egy elég bonyolult dolog, vagy legalábbis annak tűnik. Valóban ennyire az? Alapvetően nem egy egyszerű történet, tehát rengeteg dolognak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki igényelhesse a csokot. Na most fontos ketté választani igazából a kvázi régi csokot, ami a korábbi feltételek mellett megy tovább némi változtatással, és ezt az új programot, ami a 10 plusz 10 milliós, amiről egyébként most ugye minden szól, hogy 20 milliót kaphatunk 3 gyerekre. Tehát a régi csok feltételei azok nagyjából maradtak a korábbiak, megnőttek azonban a felhasználható összegek, és például eltörölték az energetikai besoroláshoz kötött összegeket, ezzel gyakorlatilag bővítették a programot. Az új program viszont az, ami igazán meglepő, ez a 10 plusz 10 millió. Na most ugye ez 10 millió vissza nem térítendő támogatásból és 10 millió kedvezményes hitelből áll. A 10 milliós támogatás az alapvetően ugye vissza nem térítendő támogatás, azonban ha vállal gyereket, vagy hát ha vállalunk előre gyereket, ugye 3 gyereket, és nem teljesítjük, akkor mégiscsak vissza kell fizetni ezt a támogatást, erre érdemes odafigyelni. Na most ugye ehhez 10 milliós hitelt is lehet felvenni 3%-os kamatra. A 3%-ot egyébként az állam nyújtja, tehát alapvetően egy piaci hitelhez hasonló konstrukcióról beszélhetünk, viszont az állam támogatásával fixen 3% lehet a kamat 25 éven keresztül. Egyébként nem kötelező 25 éves futamidőt választani, lehet ennél rövidebbet is, ugye általában 15-20 év az, amire a lakáshiteleket felveszik. A támogatásoknál érdemes azt még megjegyezni, hogy a használt lakásokra felvehető támogatás is eléggé kibővült, tehát most már akár 2,75 millió, azaz majdnem 3 millió forintot is felvehetünk használt lakásra. 4 gyerek esetén azt gondolom, hogy ez egy szintén egy jó megoldás lehet, hiszen ha megnézzük, akkor a használt lakások és az új lakások között azért elég nagy különbség van árban. Persze attól is függ, hogy hol szeretnénk beszerezni ezt az új lakást. Vidéken, főleg kisebb falvakban azért jóval olcsóbban juthatunk házhoz, lakáshoz.
Az igaz, hogy... bocsánat, hogy nem lehet eladni utána ezeket? Tehát, hogy én megvettem, és utána bizonyos ideig én ezt nem adhatom el? Igen, 10 évig van elidegenítési és terhelési tilalom a házon vagy lakáson. Tehát gyakorlatilag nem adhatom el. Van azonban egy kis kapu egyébként a rendeletben, amivel mégis eladhatjuk. Ehhez viszont a támogatást, amikor el szeretnénk adni, akkor a támogatást letétbe kell helyezni az államkincstárnál, de hát azért azt gondolom, hogy elég kevesen vannak, akik a 10 millió forintot azt egyben csak így le tudják tenni, hogy akkor most szeretném eladni a lakást és egy másikat venni helyette, de akinek erre lehetősége van, az természetesen ezzel élhet. Ha mégis eladnánk egyébként a lakást, mondjuk teszem azt vállás miatt, ami ugye előfordulhat, akkor viszont vissza kell fizetni a támogatást. És ha mondjuk apa lelép, 2 gyerekkel én ott állok, felvettük közösen, apa azt mondja, hogy nem, ott marad a nyakamba 2 gyerek, ott marad a nyakamba mondjuk a csók, jön egy pasi, és csinál nekem egy harmadikat, akkor a dolog például mehet tovább, vagy anya megszívja a 2 gyerekkel, apa vidáman elmegy egy fiatalabb nővel, és ott marad minden mondjuk a nő nyakában. Itt az is kérdés, hogy a válláskor ugye eleve, hogyha nincsen ténylegesen kimondva a válás, akkor hiába az új pasi csinálja meg a gyereket, akkor ugye jogilag ugye a régi házasságban születik meg, így a csoknál számíthat. Uh-huh. Ha viszont kimondják a válást, akkor azonnal vissza kell fizetni a rendelet alapján a támogatást, úgyhogy ez nem egy járható út. Az kemény, tehát se eladni, se elválni nem nagyon lehet. Uh-huh. Nem, mert nem. Akkor vissza kell fizetni azonnal. Igazából ez egybecseng azzal, amit a Balog emberminiszter mondott, hogy hát ne váljanak el a családok. Aha. Jó, hát igen, csak ez nehéz, ugye, hát tervbe venni lehet, de hát egyben tartani, kikényszeríteni azért az egy nehezebb dolog, persze. Jó, én nem tudok nagyon erről többet kérdezni, azt hiszem a legfontosabbakat elmondtuk. Hát nyilván nagyon sok kérdés, és nagyon komoly mélységei vannak ennek a csoknak, és hát még sok a bizonytalan tényező, de azt hiszem talán a legfontosabbakat elmondtuk, ugye? Nagyjából igen. Hát a feltételeknél még azt érdemes kiemelni talán, hogy a 10 milliós csokot például 2 éves társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötik. Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy 2 éven keresztül folyamatosan munkaviszonyba kell lennie az illetőnek, aki igényli a csokot. Azért... Uh-huh. Az is fontos. Igen, ez is fontos, illetve hát nem lehet rajta a KHR negatív listáján, tehát nem lehet hátralékos hitele tartozása a csok igénylőknek. Hát itt ugye sokan felszólaltak az ellen, hogy akkor ez most miért jó, meg hogy miért kell egy visszanemtérítendő támogatásnál ezt előírni. Hogy mi a mögöttes dolog, azt nyilván a minisztérium tudna elmondani, de azt gondolom, hogy például a hitelhez ott eleve ugye ez is egy feltétel, tehát hogyha 20 millióról beszélünk, akkor egyébként is egy feltétel lenne a hitel 10 milliós összegének a felvételéhez, hogy ne legyen előzőleg tartozásod. Gyerekek, 10 év múlva valóban a meddőkországa leszünk. Itt papíron egy gyerekek, ennyi meddő még nem van. Így kiugrunk majd az Európai Uniós átlagból, hogy 2-nél meg kellett állnom, milyen meddő vagyok. Meddő vagyok. Nem jött össze. Hát nagyon kemény, ez kíváncsiak vagyunk a részletekre. Azért ezt mindenkinek jól meg kell gondolni. Gondolom, te is ezt tanácsolod, hogy nagyon nézzen utána, nagyon kérdezze meg. Ha lehetősége van, vegye igénybe, de ne részegüljön meg azonnal a 10 milliótól, hanem nagyon-nagyon gondolja meg. Jól mondom, Péter? Igen. Tehát azért végig kell gondolni, hogy ténylegesen tudjuk-e teljesíteni. Egyébként nemrég derült ki egy statisztika, hogy például a magyar férfiak 10%-a alkalmas spermadonornak, azaz, hát ez azt jelenti, hogy ugye ez nem olyan jó minőségű az anyag, hogy úgy mondjam. És, hát, és ebből a 10-ből 8 én vagyok. 10%-ból 8% csak a Jani éves termése. Hát erről nem tudtam, tehát így azért teljesen más a dolog. Na de a viccet félretéve, tehát nem olyan egyszerű összehozni a 3 gyereket. Hát nem. Az a legbátrabb, aki nullánál azt mondja, hogy 3. Hát legalább egyet nézzen meg, hogy milyen gyerekek. Mert azért, akinek van, az tudja, hogy másfajta élet az gyerek nélkül és gyerekkel. Átalakul 1-2 dolog azért.
Oké, hát köszönjük, reméljük, hogy tudtunk sokaknak segíteni. Nyilván ezen beszélgetés célja ez is volt, hogy humorizálunk, de azért egy kicsit komolyabban veled, Péter, hogy elmondjunk fontosabb részleteket, mindenki tényleg olvasson utána, nagyon, nagyon. Péter, köszönjük szépen, jó munkát nektek! Én köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Rácski Péterrel beszélgettünk, köszönjük szépen a pénzcsapat.hu egyik elemzőjével. Jó, hát, gondold meg azt azért, Ferenc. Jó, gondold meg azért. Szerelem van, egyébként is akartuk. Hát persze. Óvatosan azért fogságban, nem biztos, hogy kell szaporodni, írja egy hallgató, gyerekek. Óvatosan azért. Csak óvatosan azért ezzel. Nem baj, Feri, érde. Mindannyiunknak ott van a kis ladikunk a szerelem tengerén, vagy legalábbis ott volt. Hát a tiéd, ez csak dagadó vitorlákkal menjen tovább. Menjen tovább a habokon. Balázsik már ledobták a horgonyt, ahogy én észrevettem. Nekünk már egyel ezelőtt is ledobtam. Én már az egynél is ezt mondtuk, de kettőnél nagyon teljes. Nagyon teljes. Jó az. Bárkinek bárhol javaslom azt az irányt, ahol mi tartunk, mi már a szárazatokban állunk. Fél kilenc múlt pontosan, 7 perccel jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan, 4 perccel, hello mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és csokkal csokoztunk egy picit. Próbáltunk, hát azt mondom, hogy tiszta vizet önteni a pohárba, de legalább egy kicsit segíteni. Nyilván nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, és nagyon sok kérdés jött még. Hát nem is lehet az összeset megválaszolni, nem is tudtuk. Ahogy én még a szakértőt is hallottam, még talán bennük is van egyfajta bizonytalanság, és nem minden teljesen egyértelmű. Úgyhogy ebben próbáltunk segíteni. Szerintem arra mindenféleképpen jó volt az elmúlt egy óra, hogy mindenki marhára gondolja meg. Tehát, hogy pénzért ne csinálj gyereket. Hogy összeköltözik a Rákóczival. Hogy ez, ha valaki van közületek, egyedülálló hölgyhallgatók, akiknek van egy-egy gyermeke, már akkor azt bevesszük, és akkor megvan három. Nem, tehát, hogy pénzért tényleg így van, ne csinálj gyereket. Gatyájába sarjad az élet fája, basszus. Az örök élet vize folyik. Ezzel nem tud leállni, érted? Ő szeretne a harmadik gyereket, bár most az utcaiukban már nem lehet közlekedni, mert a béka megrendelte a költöztetőket. Igen. De csak nekem. Igen, csak én menjek. Hát igen, mi egy után is azt mondtuk, hogy nem lesz több, aztán látod, szóval sose lehet tudni, hogy... Nem kellett volna inni azon az estén, igen. Tudod? Ugye? Ezért mondtam, tudni. Hogy ti csak a horgony dobtátok lesz szerint egyellőre, aztán kiderül, hogy mikor jön nem, a szél, meg a dagány. Elég véglegesnek tűnik, igen. Na, a harmadik hal már nem lesz gond. Így van. Mi van? Te is ezt tudod? A harmadik hal már nem lesz gond. Egyel, aki nem sokára kiderül, érted, éppen kis kamasz, hát úgy könnyű. Úgy könnyű. Érted? Én 6 szokkelek éjszaka. Abból 8 szó pisil. Így 40 fel, érted? És nem a gyerek miatt. Úgyhogy egy gyerek nem gyerek. De így van. Az könnyű. A kettő nem trió. A kettőnél indul a káosz. Na, az a 21-es úton Tarnál mérik a 60 irányába autózókat, valamint Mátraszőlős Pásztó kereszteződésében van egy balesetrendőr autó, már a helyszínen BTS küldte nekünk. M86-oson Szombathely előtt mérik a Szombathely felé haladókat a felüljáróról, ezt Geri küldte nekünk. Erzsébet hídon Budáról Pest felé karambola a külső sávban, üzeni Robi, valamint az M51-es és az 5-ös út kereszteződésében friss baleset van, úgyhogy ott is mindenki vigyázzon, csak egy sáv járható. Na, azt mondja, hogy 10 plusz 10-ért simán leszek bármelyik ötök élettársa. Nekem van 2 gyerekem, ti osztok egyet, felezünk, még csak találkozzunk sem kell. Közös lakcímet tudok intézni. Na, látod? Már megy az okoskodás. Itt közben olyan történetek jönnek, hogy hogy lehet ezt kijátszani, meg miket lehet okoskodni. Már a jéghátán is megélek mentalitás elindult néhány emberben. Elképesztő lehetőségeket vázolnak, hogy miket nem tartalmaz ez a törvénytervezet, és hol vannak a kiskapuk? Nem mondom most be ezeket, de egészen elképesztő. Lesznek, akik jól járnak ezzel. Már elindult az ügyeskedés. Készülj, még a 11-re otthon vagyok. Igen. Az nagy... aloe és tusfürdőt használ. Azt szeretem. Azt mindig úgy megborzoltat. Nagy buli lesz. Na jó van. Mutatjuk a beugrót. Jó, figyelje mindenki, aki játszan a következő Orobán hármasugrást. Mutatjuk, hogy mit kell kitalálni, vagy megfejteni. Ez a beugró a hármasugráshoz. Jó is ez. Még egyszer? Igen. Még egyszer mutatjuk. Lehet. Figyelj mindenki. Én arra kíváncsi lennék, visszatérve még egy pillanatra, de már nem a csokra, hanem a vállásokra, hogy
kik válnak el inkább, a pasik hagyják ott a nőket, vagy ma már a mai világban már több nő ad beváló keresetet. Ez érdekes lehet ez aztán, nem érdekel benneteket? Szerintem kik azok, akik manapság már nem. Inkább kilépnek egy-egy kapcsolatból. Bár ugye azért, a nő azért nem vált sokáig, mert nem szabadott, nem volt, divat, nem fért bele. Lehet, hogy a mai emancipált nő már azt mondja, hogy már pedig igenis én kilépek ebből a rosszból. Nem tudom, ez csak egy okfejtés. Tehát én ma arra szavazok, hogy 70-30 a pasik javára. Még mindig a pasik még lépnek mindig ki, szerintem. Hagyják ott, találnak újat, szerelmesednek bele valaki másba. Vagy ők merik kimondani, tehát van egy házasság, ami tart 10 vagy 20 év, és már mind a ketten tudjátok, hogy rossz. Ott a pasi fogja szerintem előbb kimondani, nem? Hogy ő áll föl könnyebben, és azt mondja, hogy oké. Mostanában egyre több olyan kapcsolatot hallok, és olyan válást, ahol a nőnek lett elege, és a nő ment el. Tehát olyan, mint a megfordulni látszana ez a dolog. Hogy régen tényleg azt hallottad, hogy a pali lelépett, talált valakit, fiatalabbat, szerbet, nem tudom. De mostanában nagyon sok olyan van, hogy a nő lépett ki, a nőnek lett elege, a nő mondta azt, hogy oké, elég volt, köszönöm, ezt nem bírom tovább, vagy talált magának valakit, vagy csak úgy érezte, hogy nem akar tovább ezzel a férfővel élni. Szerintem meglepődnénk egyébként, hogy mennyire megváltozott. Szerintem ez az arány, hogy hol van gyerek, én szerintem a nők sokkal jobban kötődnek a gyerekhez, és abban az esetben, hogyha mondjuk valami nem működik otthon érzelmileg, akkor ők azok, akik inkább arra gondolnak, hogy úristen, de mi lesz a gyerekekkel, és ezért maradnak inkább benne a kapcsolatban. Az is lehet, igen. Na jó, a drága hallgatók, írjátok meg nekünk, mit hallottunk. Jó, legalább 2 darab előadót, 2 darab dalcímet küldjetek el, ha játszanátok velünk. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. Júli, kedd van? Így van. Júli jön hozzánk, olyan régen nem találkoztunk már velem. Júlival folytatjuk, Ákos hírei után. 9 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel. Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk még egy óráig veletek, kicsit segítünk, hogy hát könnyebb legyen a ma reggel. Bármi az időjárást illeti, egészen hálásak lehetünk. Nem azt mondom, hogy tavaszi időjárás. Direkt van, hogy... Igen. Hát mondd meg. Fenyik mikrofonja valahogy mindig lemarad. Valamiért. Hát mert neked olyan az orgánumot, hogy nem is kell bekapcsolnia. Dobjam be a százast. Nem vagy tiltó, Isten, valahogy mellé nyúlok, és nem ég a piros. De nagyon kitartam, mindig integetsz, most már hónapok óta. Lelkes a srác. Én meg azt gondolom, hogy örül a megszólalásnak. Hát nézd, milyen boldog integet. Mindig tűz van benne, hogy itt lehet velünk, de jó. De 2 perc után leesik, hogy azért integetsz, mert nem ég a mikrofonod. Szóval, hogy ami az időjárást illeti, ma még egy picit melegebb lesz. Most azt nem úgy képzelje azért senki, aki még nem lépett utcára, hogy 15 fok, csak ez az 5-6-7 fokocska, ami egészen jó, ugye 0 fok után, és aztán pénteken durvul majd az időjárás újra, jön a hóesés, pénteken már csak 2-0 fokot mondanak, ha a hétvégére pedig mínuszok jönnek újra, hóeséssel. Pluszban nem is lehet disznót vágni, már pedig mi azt fogjuk csinálni péntekre, szombatra vírra a dolog. Sokan kérdezik, hogy én hogy fogom átélni ezt a dolgot, nyilván nem nézem végig. Egyrészt, másrészt meg, hát ilyenkor azért beáll az ember a sorba, tehát én tekintettel vagyok a többiek igényeire, én kisebbséget alkotok most így a rádión belül, de hát nem akarom megváltoztatni a világot, ami körülöttem van, ha nem muszáj erőszakkal, úgyhogy hát persze. Meg fura is lenne, hogy összeverekednék 30 ember. Igen, nem te ölöd meg, nem eszel bele. Keresnék reggel a disznót. Az olajta jön. Jani szabad csapatai. És jönnék vissza ilyen csüdik sarasan, tudod, szántóföldről. Hol volt a Jani? Nem látod a disznót? Nem. Van még abból a teába? Hajtanád a mezőn a malacot. Kis állat, szabad vagy, kis állat, szabad vagy. Fuss, már jönnek! Már látom Feri fejét a fölhők fölött. Igen, késsel a kezébe. Igen. A településnek a nevét egyébként direkt nem mondjuk, hogy ne tudják evakuálni. Nem, azt ne is mondjuk. Ez csak egy ilyen kis privát, belsős, kis klasszos csapatépítés, úgyhogy nem. Nem is kell ezt mondani. 8-as út Devecsernél trafi van, úgyhogy mindenki vigyázzon. M85-ösön a Kónyi felüljáróról mérnek Győr felé hajtókat, mindenki vigyázzon. M6 jó járható, hatóságmentes Peti küldte nekünk. De azért van egy trafi a 134-es kilométer után Pécs felé a pihenőnél. 8-as út 92-es kőnél Devecserben trafi, köszönjük szépen, valamint a 21-es főúton Tarnál mérik a 60 irányába autózókat, úgyhogy figyeljen mindenki. Na, amúgy hogy tervezek? Régi mondja, rock and roll buli lesz? Boiler lesz a kitós ablakon kidobós. Hát megvan a kemény maga, ki azért erre képes, úgyhogy nem kell semmit csinálni, csak sodrodni az eseményel. Csak odállni és nézni. Azért van 3-4 arc, aki bármit. Szerintem éjfél
tájéken már bármire rávehető. Jó. Legyen valaki annyira józan, hogy tudjon videózni. Jó. Az én mondataim éjfél után már csak úgy indulnak majd, nem mered. És aztán gyere, tarts velem, és neves. És lesz, aki majd elmondja, hogy de bizony, Bali. Nem mered meggyújtani. Dehogy nem, Bali, igen, nem mered meggyújtani, vele venni, felmászni, leugrani. Figyeld, nagyon jó lesz. Na, kedvem, ez pedig ugye azt jelenti, hogy megjött hozzánk, ami drága Julink. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juliska, hello, jó reggelt! Ciao, hello! Juliska, ezt nem tudom megszokni. Juliska. A Juliska, nem tudom, mi van, gyerekek, zöld harisnya van rajta, irgalmatlan, szexin kivillanó láb. A csókra, Juli. A csók, az csók, gyerekek. Srácok, nem értem, miért hiszitek, hogy ennyire kézivezérlésűek vagyunk mi nők, tényleg? Hogy az egyetlen élvezet és örömforrás az életünkben az, hogyha a férjünk. Nem ismerünk, hogy a férjeddel, de... Hát ki tudja, igen. Igen, hát az nektek is örömforrás, hát az nem csak arról szól. Nem, álszat lennék, ha azt mondanám, hogy nem, természetesen, de nem csak ez az egyetlen örömforrás egy nő, nem csak ezért mosolyog. Egyébként megjegyzem, két nappal ezelőtt, amiről az ónos esőben úgy elvágódott. Akkor ezer röhögsz már két napja. Fekszik, felpolcolt lábbal, cipóra dagadt bokával, úgyhogy ott most egy hétig nem nagyon állt alapra. Na de végre otthon van. Így van, végre látom. De csúszkált, vagánykodott, vagy csak egyszerűen spontán dobott egy brutális nagy zakot? Kocsiból átlépett vagy átugrott egy pocsolyát, és ahogy földet ért, így, mint a műkocsolyázók, amikor rosszul érnek talajt, és aláfordult a lába. Oh. A borostyába kapaszkodva felhúzta magát állítólag, és utána négy kézláb valahogy bemászott a házba. Oh, ez elég nyomorú. És már fent aludtam, és csak azt hallottam, hogy és azt gondoltam, hogy retteltesen... Kinéztél, és megint négy kézláb jön hozzá. Mondtam, hogy ne egy állányi tojásztikört. Szólt, hogy akkor jöjjek le, mert baj van. Ránéztem, és akkor láttam, hogy tényleg nagy baj van. Így állt a bokája, borzasztóan nézett ki, másnap ügyelet, de hála Istennek nem szakadt el, csak azt mondták, hogy ezt most így egy hétig nem szabad használni, mert különben 3 hét lesz belőle, és nem egy hét. Az kemény. Igen, ez az ónos eső, ami volt, nem is tudom, hétvégén vagy mikor. Szombaton. Elképesztő. Elképesztő. Szombaton. Na, egy leesik és vége. Tehát, hogy így nem tudsz. Én tudom, nem tudsz közlekedni. Nem szabad, meg nem szabadna már most már, de hogy így azért én kicsit felsorsztam a jártát. Na! A környezetvédelmet! Nézd meg! A negyedik nénit is! Na nézd meg! Sózzuk a jártát! Karácsony óta először találkozunk, úgyhogy hoztam nektek, ami az enyém, az a tiétek is. Na! Egy kis ízelítőt a karácsonyi ajándékomból. Ezt kapták karácsonyra? Miró kimaxolta a romantikát. Ez a legjobb. Én ezt ismerem. Figyelj! Kapta egy kartont ebből, malacpört. Sertésbőrből készült ropogó snack. Így van. Atya úr, se röpi ropi. Jézus Isten. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez jó? Csak kérlek szépen a bőr, tehát nincs az úgy, mint a töpörtőnél, emlékszem még rá, Jani, volt ugye a bőr rész, ami megkeményedett, és fölötte a zsír, abból lett a töpörtő. Ez nincs, ez csak a vékony bőr kisütve ropi is. Nektek vannak ilyen addikciói, ilyen időszakos addikciók, mert rákattantok valamire. Nekem volt egy időben kínai leves, aztán utána mogyoró, aztán szotyi, és egy időben, igen. És ezt megkóstoltam egyszer bent a Mirónál, mert náluk ilyen, van ilyen is sörkorcsolyának, és hát egyszerűen fennakadtak a szemeim. Milyen munka ez, ahol sörkorcsolya van? Kóstold már meg. Megkóstoltam, nem, én nem bírom ezt megenni. Feri minden a miért csomagol a somárnak. Meg is eszi. Csodál, a gyerek nem kap érdekére, felsír. Nézacskót megeszi. Ezt meg egy félbarna. Na mindegy, szóval elcsipte a Miró azt, hogy azt hiszem, hogy valahogy így fél mondattal megemlítettem, hogy Istenem, a karácsonyra egy kartonnal kérek ebből, és ott volt a fa alatt. Rendesen ezt kaptad Karira? Aha. És erre vagy rákattamba eszed? Most már nem. Most már kicsit túladagoltam. Nálam a gumicukor volt egy időben ilyen. Hogy van ilyen, hogy az ember egy időre rá szájba. Egyszer is tudtam róla, hogy hát nem a legegészségesebb, de egyszer nem tudtam vele leállni. Ez az időszak volt, amikor emlékeztek a moziban, most talán még néhány mozi, most is van, amikor így ki lehetett így dekára. És emlékszem, hogy kőbányamoziban jártunk Mónival, és így
fél kilót meg tudtam belőle simán enni. És a leg autentikusabb, a legtermészetesebb kólás. Hát nyilván van, igen. Kiwi. Mennyi kiwit látod onnan? Marakuja, tudod? Marakuja. Nyilván látod nagyon sok marakuját, igen, tutti frutti. Jó volt. Jó volt a Kari, minden oké? Lement, lezajlott, szilveszter. Igen, óriási nagy család volt, 16-an ültük körbe az asztalt, a Miró este 8-kor kicsit lefeküdt fönt. Aj, de szeretem. Ilyenkor ő megy el, vagy te küldöd el, hogy na most, drágám, most menjél el egy picit. Elmentünk a gyerekekkel sétálni, mert nálunk akkor jön a Jézuska, amikor nem vagyunk otthon. Uh-huh. Hát különben nem tudna jönni ez a bizonyos Jézuska. És a Miró mondta, hogy ő nem menne most ki ebbe a nagy hidegbe, meg néhány rokon is mondta, hogy ő nekük sincsen kedvük nagyon sétálni, úgyhogy ők majd fölmennek addig, ameddig megjön a Jézuska. És hát a gyerekek berontottak, ugye körbeálltuk a fát, mindenki adta az ajándékokat, és egyszer csak azt vettem észre, hogy ott van a Miró csomagja a kezemben, de nincsen kinek odaadjam. És így elkezdtem keresni a lakásban, hogy hol van a Miki, és fölmentem, és azt láttam, hogy a Miró fekszik két Lego figurával a kezében, és alszik, úgyhogy felráztam, hogy na most ne csináld ezt könyörögve, kérlek, gyere le, mert itt van az egész rokonság, egy picit még tartsad magad, úgyhogy még lent volt másfél órát, akkor még kicsit kocintott, még mindenkivel, kettőt, három. De már csak én is, karácsony, kibontott a csomagot, megint szonda. Na, de egyébként pont ezen gondolkodtam, ahogy ott körülnéztem az asztalon, és láttam, hogy ott ül a boldog család, és mindenkinek a kezében van egy boros pohár, vagy egy rövides pohár, és egyszer csak megjelent mellettem a Milán valami kis Lego kütyűvel, hogy rakjam össze, és pont abban a pillanatban ért oda, amikor én kocintottam, lehúztam a mézes pálinkát, majd letettem az asztalra, és utána odaálltam, és akkor szerelgettem a kis Legóját. Hogy vajon jó-e az, hogy ennyire természetesen jelen van az életünkben az alkoholfogyasztás, és hogy a gyerekek ennek szemtanúi. Most tényleg rám nézek. Szerintem szörnyű! Fúj! Sőt, kicsit kis fordult felé. Fúj! Undorító az egész, ahogy isztok a gyerekeitek előtt. Fúj! Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy részegen esel kell te is a kölök előtt. Tehát nem addig iszol. Hiszen Miró is elvonult. Nagyon diszkréten felment a gyerek, szóval van egy darab Lego figurával a kezébe. Igen. Tehát, hogy nem addig iszol, ameddig mocsok részeg leszel. De hogy tulajdonképpen, ha így visszagondolok, nálunk minden ünnep, minden buli, minden születésnap, karácsony, szilveszter része az, hogy iszunk. Méghozzá nem keveset. És hogy természetes az, hogy az asztal körülött ülőknek pohár van a kezében, és mindenki jókedvű. És nyilvánvalóan nem azért érezzük jól magunkat, mert iszunk, mi amúgy is jól érezzük magunkat, de erre még rásegítünk. És nem tudom, hogy jó-e az, hogy a gyerek azt látja, hogy ez a mi életünkben ennyire természetes folyamat. És ott vannak még a névnapok, a születésnapok, a mások névnapjai, és mások születésnapok. A vasárnapok és a szombatok. Hát, hogy ennek a hosszú távú következményei vajon mi lesz? Hogy alkesz lesz-e a gyereked? Hogy érzed, te az vagy? Mondjátok, és akkor te az vagy? Hát úgy képzeljétek el, hogy valamelyik este... Hogy igen. Remegettek eszem egy pohárborért. Egy ilyen húzósabb nap után, amikor a gyerekek már egy kicsit táncoltak az idegeimen, az jutott az eszembe, hogy de jó lenne most önteni egy kis pálinkát. Soha életemben nem jutott ez így eszembe, de akkor így valahogy így bevillant. És így rögtön átfutott a hideg a hátamon, hogy basszus, mi a francon gondolkodok én? Hogy mi az, hogy állok itt a gyerekek mellett, és úgy kedvem szottyant egy picit páleszozni. És a Záher Gábor mondta egyébként azt, hogy ez a korosztály, amiben én vagyok, ez a 35-40-es, ez egy abszolút veszélyeztetett kategória, sokat vannak otthon egyedül a nők, és úgy elkezdenek úgy kicsit feszültséget oldani, levezetni alkohollal, mert hogy ez az örömszerzés egyik legegyszerűbb módja. Aha. És akkor néha úgy maradnak. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként egyre többször gondolom én is azt, hogy jó este meginni egy pohár bort. Na most, ha minden nap megiszol hosszú távon egy pohár bort, vagy egy sört, akkor te szociológiai értelemben vett már rendszeresen, tehát alkoholista vagy. Ez nagyon durva. De egyszerűen, tehát stresszel az ember, a két gyerek azért szerintem a csontodat le tudja rágni, ha két hétig folyamatosan otthon vagy velük, mert nagy meló, persze nagyon nagy öröm. Valamivel le kell kísérni a rövidet is. Igen, nagyon nagy öröm velük lenni, de gyerekek meló, hát amikor lefekszel éjfélkor, és a kicsi 6-kor fönn van, és azt szoktam mondani, ülsz 8-kor reggel a kövön, és még csak 8-kor van, és azt hiszed, már dél van, nem is ránézel az órára, és 7:58, és már 2 órája sakkozol vele. Szóval, hogy ez egy nagy meló. Én nem hiszem egyébként, hogy az ivással lenne a baj. Tehát a baj az van, ha az ivás következményével szembesül a gyerek. Tehát én emlékszem arra, hogy gyerekként sem az zavart, amikor édesanyám vagy édesapám ivott, hanem amikor esetleg, ne adj Isten, néha nem alkoholisták a szüleim, de senki ne így gondolja,
de láttál rajtuk valamilyen kicsit megváltozott tudatállapotot. Tehát a gyerek nem az ivással köti össze, hanem az ivás által bekövetkezett változásoktól kezd el vagy szorongani, vagy megijedni, vagy félreértelmezni, vagy ha kedves vagy vele, mosolyogsz, hatszor elesel csapkodni a térdét, de hogy sosem az ivás a baj, hanem az ivás utáni állapotot kell elkülöníteni a gyerekneveléstől. Tehát azt már ne lássa, azon már ne szorongjon, azt már ne lássa, hogy támolyog az anyja, hogy részeg vagy, vagy ne adj Isten, hát hány szülő válik agresszívvé, és kezdi el mondjuk a gyereken az ivás miatt kiélni a különböző érzelmeit. Az, érzelmei. Más. Az egy más dolog, de az, hogy te iszol azt a gyerek szerintem nem különbözteti meg attól, hogy neked mi van a poharadban. Még az se, ha kocintasz... Akkor megváltozik a... Na itt válik fontossá az elválasztás, az hogy... Meg az ivás között is van azért különbség. Tehát egy pohár bor nincs baj. Az, hogy a szülők isznak, kocintanak, lefekszik a gyerek, hogy ott... Megálltok egy pohár bornál. Hát én nem rugok be minden este azért, de szeretek lazítani este 8-kor, kibontunk egy pohár bort, semmi baj, én megiszom a gyerek előtt, tehát én ebből nem csinálok problémát. Téged látott már a Bennyre iszegen? Ez a nagy kérdés, ez hogy egy jó kérdés, hogy nyugodtan, és mondjátok is el, hogy titeket láttak már a gyerekeitek részegen, mert ez látott, sarkalatos. Egyszer látott a Benny, csak az udvariasok idejét. Egyszer látott a Benny, amikor én áthívtam a barátaimat, és a Vikinek mondtam, hogy hagyja ott nyugodtan a gyereket, és menjen el. Azt mondja a Viki hátra, hogy Jézus! És a gyerek szépen artikulálva mondtam neki. És a gyerek nagyon élvezte, mert mit, ott volt 6 barátom, iszogattunk, és hát úgy el volt, hogy jött-ment a felnőttek között, és baromira élvezte, hogy minden barátom egyébként vele foglalkozik. Tettünk egy csokornyakendőt a nyakába, adtunk a kezébe egy tálcát. Igen. De szép japtot kapott a végén. A mostani hétvégén nem hagytam otthon. A mostani hétvégén fiús hétvégén volt nálam, mind a két gyereket elvitte a Viki, tehát megérkeztek a barátok. A tűzoltókkal együtt értek haza. 6:45-kor tudtuk letenni magunkat szunyókálni, elég jól sikerült este volt, de nem maradtak otthon már a gyerekek, fiús este volt. És ott a Benny ezt nagyon élvezte, ő szerintem akkor jött rá, hogy az apja kicsit sokat ivott, amikor valami olyan mesét kezdtem el neki mesélni, amit addig soha, és amikor abba hagytam, mert belealudtam, és rám... Igen. És rám szólt, hogy apuci, ez egy nagyon jó mese, folytás, nem tudtam, hogy mit kell folytatni. Tudom, kellett, hát hogy mit, hát folytasd azt, amit ez nagyon hogy tetszik. Ott tartottam, ilyet még sosem meséltél, ez nagyon jó mese, nyilván Makonyán ott feküdtem mellett, és próbáltam 4:11-kor letenni a gyereket, de belealudtam a saját mesémbe, és nem emlékeztem, hogy mitől tetszik a gyereknek ennyire a mese. Fogalmam sem volt, amit mesélt. Az neki nagyon tetszett, ezt hosszú ideig emlegette, de egyébként nem lát. Szóval szerintem az ivás következményével ne szembesüljön, nem magával az ivással. De ezzel se, hogy jó fej vagy. Azzal igen. Hmm. Tehát a jó fej vagy, kicsit nevetsz, oldottabb vagy, az nem baj, de szerintem ez is elindít benne egyfajta szorongást, hogy apa nem olyan, mint amilyennek megszoktam. Mikor apa más. Nem, de apa már. Ezt a gyerek... Máskor mindig olyan szarad. Hihetetlen rossz fej a paterom, most viszont óriási forma. Apa, igyál egy kicsit. Tehát amikor egy megváltozott tudatállapot, rezgés van, a két szülő elkezd veszekedni. Mert az alkohol megindítja azt, hogy kijönnek a konfliktusok. Amikor te hallod a szüleidet ajtót csapkodva, félrészegen veszekedni. Ha negatív élmények kötődik össze szóval... az ívás, akkor biztos, hogy rossz. Tehát, hogy amikor veszekszel a férjeddel, hogy veszekszik a férje feleségével, hogy ne adj Isten valami tetlegességig fajul a dolog. Akkor kezd a gyerek szorongani, hogy már látja a bort, hallja, hogy pukkan, hallja, hogy töltés, és tudja, hogy mi lesz a vége. Oké, ezt tudjuk, ez a kategória, de mi van akkor, ha azt látja, hogy tényleg az apám sokkal jobb fej lesz tőle. Ritkán látja ezt. Tehát az a baj, hogy az emberek nagy többsége nem feltétlen jobb lesz. Ez egy szerencsés tudatállapot, hogy az apa jó fej lelazul, megsimogat, puszilgat és az ölébe vesz, de azért ismerve sajnos az átlagot, ezért inkább veszekedések vannak, agresszív lesz, bántja a feleséget, bántja a nőt, kiéli a gyereken, tehát sajnos a nagy többség azért nem feltétlenül jó lesz, és ott kezd a gyerek már az ivás pillanatában szorongani, mert tudja, hogy mi a végállomás. Ha erről le tudod választani, nincs baj. A fogyasztás és a talajrészekre való ivás között van azért egy jelentős különbség. Nyilván, persze. Szerintem. Nálunk abszolút. Apa nagyon jó fej lesz. Lehet rajta lovacskázni. Így van, fekszik a fűvön érte, mint a haverjaival, lehet rajtuk ugróiskolázni, bármit. Annyi, hogy apát délben be kell húzni az árnyékban, mert kicsit megsüti a nap. Hogy leégjen, szegény. Vagy szoktunk rá egy vizes fejérre lepedőt teríteni délben. A kultúrát, alkoholfogyasztás szabályt be kell tartani, csak hát kinek mi a kultúrát? Kinek olyan kultúrával körbe jár a feleség a vendégkörben, érted? Hol van ez? Hol van ilyen gyerekeit tudják? Tehát micsodás? Beszélgettetek? Vagy anyukád, a béka elmondta? Tudja már, igen, hogy felnőtt fia van. Ezért nem is akar feltöltözni. De a béka,
béka mondta már nekik ilyenkor, mert nekem például a gyerekek kérdezték, nem? A gyerekek kérdezték azt, hogy most mi apámával mi van? Miért viselkedik így? És akkor ilyenkor egyszer azt mondta nekik, hogy hát többet ívott. Na itt kezdődik a probléma. Hogy viselkedett a Miró nagyon, hát ne, tehát nagyon vicces volt, tehát nagyon humorizált, nagyon oldott volt, sokkal oldottabb, mint amilyen majd belevágott egy baltát a hűtőszekén. Gyerekek, hílik ez a másik oldalról is. Tehát, hogy ti már artikuláltátok azt, hogy ez az állapot, amiben most apa van, ez a részegség? Tehát a béka mondta már, hogy apa most részeg. Hát, azért nem csúszom az arcomon. Na jó, de lehet, hogy volt, hogy egyszer kicsit megalakultál, elmentél aludni, és a gyerekek csak tök ártatlanul megkérdezik, hogy apa hol van. Tehát ez nem... Tehát fáradt. Apa sokat játszott veletek egész nap. Apa elfáradt a lovacskázásra. Tudjátok, ugye emlékeztek, hogy egész nap dobált benneteket a tó vizébe. Itt jön a nehéz, hogy mit kommunikálsz, hogy kommunikálod, illetve mi indul a gyerek fejébe, és ez milyen esetleg ez zavart, frusztrációt, szorongást okoz. Hát ezt kell óvatosan. Tehát például a Mirónak is, én nem akarom elítélni, meg nincs ezzel baj, de nem baj, ha valaki kidől, de amíg a gyerekek látják, hogy apa a gyerekszobában fekszik időbe, és anya pedig zokogva mondja, hogy apa megint fáradt. De most ez egyszer megtörtént, és senki nem ítélkezik feletetek, mert tök jó család vagy, meg nem erről van szó, hogy Miró minden nap részeken fekszik, és a gyerekek átlépnek rajta, de ez okozhat szerintem zavart hosszú távon, ami felnőtt korban is akár ugyanúgy megmarad. Vagy mint minta, érted? Tehát azért alkoholista lesz a gyerek. Nagyobb esélye van szerintem erre. Utána néztem ennek a történetnek, hogy az a család, aki, hogy is mondjam, ahol alkoholfogyasztás természetes, és megengedőbbök a szülők, tehát például megengedik a gyereknek, hogy belekóstoljon az alkoholba, ott nagyobb eséllyel jelenik meg később ez, mint probléma, mint azoknál a családoknál, ahol ez szigorúan tiltott. Hogy később probléma lesz. Hát hogy ne? Hát a minta, ami öröklődik, amit hozol, hogy ne? Hát ebben nősz föl, ezt látod. Ez valószínűleg a dohányzásnál is hasonló, hogy a dohányosok gyerekei sokkal jobban megtanulták, természetesnek veszik, mint akik nem dohányoznak. Erre mindig van ellenfelmérés. Az is lehet, nem tudom. Mert például már tudom mondani neked, Franciaországban csinálták meg, ők ugye rettetes nagy borfogyasztók, de kulturált borfogyasztók, és ott már egyéves gyereknek, vagy egyéves kortól adnak úgy bort, hogy vízbe elkeverve, de csak néhány cseppet, érted? Ne! Esküszöm. De miért? Az, hogy mondjuk egy deci vízbe tesz, egyrészt szerintem is jobban alszik, azért, mert egy éves korától kezdve az ízlelő bimbójának az emlékeiben ott van a bor, és később a bor fogyasztása az annyira kult, nem lesz alkoholista, tök érdekes, és ez nyilván azon múlik, hogy aztán a szülő később ezt hogy tereli, az egész társadalom hogy tereli, hogy nem alkoholista lesz belőle, hanem értő, borszakértő fogyasztó. Ennek az ellenkezőt is kiváltatja, ugyanúgy, igen, tehát látod az anyádat, az apádat alkoholistaként részegen verekedni, elesni, illetve hogy annyira megutálod az alkohol, hogy tehát hogy nem törvényszerű, hogy soha nem fogsz inni, utálni fogod, és be sem mersz rúgni, mert félsz attól, hogy az anyád vagy az apád sorsára jussz. Tehát ennek ugyanúgy az ellenkezője is igaz lehet, tehát nincs recept, hogyha isznak a gyerekek, ha nem iszol, ők se fognak. De azért ez meleg, hogy egy éves gyereknek például bort adnak. Ez. Három csepp van egy deci víz. Csak hogy szokja. Tudja, mi az a jó száraz vörös után. És meglegyen az íz élmény. A déli lejtő, a fahé és a szegfűszeg jöjjön majd neki 18 évesen. Ott van az orosz példa is, ahol három csepp vizet kevernek az egy deci vodkába, az más. De legyen az uborka, az a lényeg. Vagy bármi. De nem okoz az előbb-utóbb azért függőséget? Szóval, hogy nincs, most három csepp lehet, hogy nem. De hogy... Na hát például ha például odaáll eléd a gyerek azzal, hogy apa, megkóstolhatom. Kóstolja meg. Kóstolja, hát a gyereknek az alkohol egyébként egy szörnyű élmény, ugye, hogy egy slug cigaretta is. Ugyanúgy, mint a cigaretta. Rossz íze van, megnyugszik, hogy nem marad le valami jóról. Amúgy egy szörnyű, tehát amikor gyerekkorom megkóstoltam a sört, én nem értettem évekig, hogy bírják ezt a szörnyű dolgot meginni, hogy ebben mi a jó. És tökre örültem, hogy a kis üdítőd, a kis tejed, tudod, tök finom. Mert ők még itták ezt a szörnyen keserű, szénsavas, rossz ízű italt. Tehát, hogy kóstolja meg, ha túl misztifikálod, ha nagyon titkolod, ha nagyon elzárod, ha nagyon óvod, és kiemeled az alkoholt, hogy nem kóstoltod meg, ne nyúlj az üveghez, ne nyúlj a pohárhoz. A gyerek nyilván annál jobban tudja, hogy te valami olyat csinálsz, amit neki nem szabad. Ha tök természetesen töltesz, gyerek, kóstold meg ezt a felnőttek, iszák, neked nem finom, akkor a gyerek is teljesen harmonikus. Csak ott is egyszerre egyet, tehát ne azt, hogy akkor az unik, amit utána fogok betuszni. Most egy kis bélis, egy kis tojáslikör. Ez még nem kóstolt, ez nagyon finom lesz. Fehérum? Egy kis konyakot. Tehát szerintem a következmény, az kell nagyon erősen leválasztani a gyerekről, amit sok szülő nem tud. Hát azért ez az ország, ez nem erről híres, sajnos. Én borzasztóan aggódom most amiatt, hogy mert most még meg lehet nekik magyarázni. Sőt, nálunk volt egyszer egy ilyen nagyon szélsőséges példa, egy esküvőn ott a Miki nagyon elfáradt, és akkor ott nagyon
Agyon elfáradt. És ott akkor a gyerekek úgy nagyon megkapták ezt az élményt, és akkor ott nagyon sokat beszélgettünk is erről, mert láttam, hogy tele lettek ezzel az élménnyel, és utána beszélgettünk erről, na utána amiről egyébként csőstől visszakaptam, mert a srácok mindenhol ezt mesélték. Hmm. A játszótéren, az iskolában. Gondold el, ilyen fiatalon, 5-6 évesen látod az apádat valahol feküdni úgy, hogy félted, hogy nem érted, hogy nem tudod, hogy mi van. Nem tudod egyszerűen gyerekként ezt a helyre tenni, hogy kialussza a kicsit másnapos lesz. Úgyhogy a Mironnak ez egy olyan tanulópénz volt, hogy azóta soha, és nagyon-nagyon figyel erre, hogy gyerekek. Csak karácsonyra egy kicsit. Nem, megpihent elszállt most, hogy betakarozott a posta előtt egy női biciklivel. Semmi az. Két darab kaparosor segyel a homlokát. És az egyik nyert belőle egy 1000-es. De már bezártam. Szóval, hogy most még ki tudom magyarázni nekik is, el tudom mondani azt, hogy az alkohol az egy szar dolog. De ez mit fogok mondani neki 12-14 évesen, amikor elmegy egy buliba? De nem. Hidd el, hogy amennyire kellemetlen volt ez az egész élmény, még amennyire rossz volt ez nektek, annyira használ abban. Igen, azt gondolom, hogy egyébként ez nekünk akkor éppen... Hogy így van, elrettenti a gyerekeket az ivástól. És az, hogy te elmagyaráztad, hogy a gyerekek azok okosak. Ők levették az egész szituációt, nekik is kellemetlen volt, rosszul érezték magukat, nem tudták hova tenni az egészet, erre még te rá is erősítettél azzal, hogy elmagyarázta az egész szituációt. Ez pont jó volt ez a sztori ahhoz, hogy aztán később nekik eszükbe jusson, amikor majd adott esetben ő akar hozzányúlni a piához, ezzel köti össze. És nem pedig a jó kedve meg a jó fejességgel, mint Feriéknél. Ami még megdöbbentő, bocsánat, hogy olvastam szintén egy felmérést, hogy 10-ből 8 anya legalább egyszer 5 éves koráig a gyerek előtt mutatkozik részegen. Ami szerintem... De Magyarországon? Magas adat. 10-ből 8 nő. Hát nem tudom, egyébként tök fura, hogy ugye mennyire elítéljük azt, hogyha egy nő lerészegedik. Hát sokkal jobban, mint egy férfi. Lesz, mint hogyha egy férfi, pedig hát általában az okok ugyanazok. Hát ez mint a szex, tudod. Tehát, hogyha egy pali csinálja, akkor nagyon jó, ha nő, akkor meg ugye megpecsételik. Ebben egyébként az ijesztő, hogy tényleg jó inni. Ja, igen. Te gyerekek, én 20 évesen vagy 15 évesen utáltam az alkoholizét, 25 évesen álltam valahol egy haverjém, és azt mondom, hogy nem értem, hogy lehet valaki alkoholista. Iszom, ha kell, melóból, hogy jól érezzük magunkat, de nem szeretem az ízét. Olyan vidáman pukkantok ki egy üvegbort, és iszom meg, és annyira jó az érzés. Mi a szabad, amikor semmi elektrosorlásom nincs. Amikor és tudod, már megy egyedül is. Megiszod az első pohárbort, leér egy picit, és van egy ilyen... Ah, megvan, ugye? Megvan. És úgy az idegeid úgy kezdenek elengedni, kicsit úgy minden szem. Hát mindenkinek más, érted? Nálunk meg azért sírják magukat állom. Apa, megint bemarlenkázom! Jó, hát nálad... Megint egy tobozzal feltépen! Igen, nálad a virág szorongani ezt a megjelent egy tálcarákoci túros. Tudja, hogy 26-os lesz a cukrod, és megvakulsz egy fél órára. A te dolgod az, hogy tanuljon! Nekem meg már csak ez maradt. Igen. Jó, de tényleg, hát azt is nem követendő, meg ne igyon senki, ezeket el kell mondani. Hatóságilag előért mondatok, de basszus, hát azért kibontani egy üvegbort. Na, nincs így azzal van. Semmi baj. Nincs azzal semmi baj, igen. Óvatosan, Juli. Jó. Kenjük az egészet a Julira. Igen. Óvatosan a gyerekek. De amikor már gyerekek azt kérdik tőled, hogy a dianás cukorról nyalogass le a csokit, mielőtt odaadod neki, akkor már gond van. Akkor baj van. Puszi, Juli, köszi, hogy itt voltál. Ciao, hello. Fél 10 múlt pontosan 4 perccel 3-as ugrás, játsszunk már is valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello! Hello, Gabi! Igen. Gabi, mit hallottál, mi volt az előadó? Vagy ki volt az előadó, mi volt a dal? Maroon 5 volt, Pink, Charlie meg Cher. Nagyon jó. Charlie, Maroon 5, Pink. Na, nem illik ilyet kérdezni, de hány éves vagy? 21. Aha. Hm. És Charlie-t így megismerted? Igen, a régi zenéket szeretem. Az jó. Az nagyon jó. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Na, ezt szeretem. Az első szerintem egy igazi zicser, könnyű kis bemelegít, aztán a második már kezdi elvenni egy picit a kedvet a játéktól. Parancsoljatok! Ha megtalálom, akkor mondom is. Na, mehetünk, figyelj ide, itt van az első kérdés. Hogy nevezik a tálban nevelt formára metszett apró fácskákat? Bonsai. Úgy van! Menjünk tovább? Igen. Itt van a második kérdés. Melyik kontinens egyik országa Mauritánia? Mauritánia? Uh-huh. Hát volt? Aha. Melyik ország? Mondjuk melyik kontinens? Afrika. Így van. Jól van. Nagyon jó. Morning show, óránk van, ugye? Óránk van. Jöjjön a harmadik kérdés? Nehéz. Uh-huh.
Igen, akkor inkább ne. Elég ennyi. Megállsz. Te viszed a nyakbakasztót és a sapkát, ugye sapkánk van? Vagy az óra az utolsó? Monixus óra, így van. Az, így az van. Igazi kincs. Az próbáljuk meg. Egyszer élünk. Naprendszerünk melyik bolygója kapta a nevét a tengerek római istenéről? Pluto. Mondjuk, ha így tényleg nehéz, ha nem gondolkoztok. Nem. Mert az Poseidon is a Premier Godot. Pluto, Poseidon? Az, igen, de Poseidon a görög mitológia. Nem, hanem Poseidon a izé. Akkor nem tudom, Neptunus. Na, meg is vagyunk. Tengerek római istenéről, így van. Neptunus, Poseidon megfelelője a római mitológiában. Ó, nem tudtam. Igen, majdnem, jó is volt. Igen. Na figyelj, egy bummal helyre tetsz mindent, hát ha új évben ad a szoftver először, jó? Figyelj! Mit kell csinálni? Te jó ilyet is kérdezni ennyi ez, év után. Halló, meg ki vagy? Bumozni. És mondja, hogy bum. De nagyon dobd oda. Bum! Mit csinál? Nem értem. Ez mi volt? Ezt nem értem. Mit csinál? Hogy teszik mondani? Mit kell csinálnom? Hatalmas bumma. Mondjam, hogy bum. Uh-huh. Nem, mutasd. Bum. Hogy mi? Ez most komoly? Várd meg, amíg csend van. Ja. De hogy nagy bummot. Igen. Most. Bum. Ha, ez a bum az órára elég. Hát nem hagyja. Hát nem hallja. Hát nem annyira erőtlen. Nagy bummot. Még hangosabb van? Igen. Üvölcse? Igen. Hát legyen kedves, köszi. Bum! Hey! A becsárja! Nálam is. A becsárját neki, a vendégcsomag, hát jel ez a szoftver. Ekkora bumra csak elsült. Sokan vannak körülöttem, úgyhogy nehéz volt egy picit így üvölteni. Dolgozol éppen? Igen. Mit csinálsz? Logisztikus vagyok. Azt hiszik, megőrültél, valakivel beszélsz. Igen, amúgy. Nagyon jó. Megvan az ajándékcsomag. Jelzett a szoftver, hát most mit szólsz? Hm? Köszönöm. Gabikám, küldjük neked, jó? Jó, puszi. Köszönöm. Ciao. Ja. Milyen rendes ez a szoftver. Ugye? Nagyon. Először. Le is fagyott, és hetekig semmit. Az biztos, hogy semmit nem fog adni. 9:30 múlt pontosan, 8 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataiban. 3:40 lesz, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és jönnek a nap legjobb pillanatai. Mutatjuk, hogy miről volt szó ma reggel. Csókoztunk picit. Feri felvetette, hogy gondolkodik, vagy hát legalábbis érik. Átfutott az agyán, elgondolkodott, hogy jó lenne, ha harmadszóra is ugye meghozná a gólya a gyermeket, és akkor bele lehetne ugrani a csókba. Erről kezdtünk beszélgetni. Igen, jó, nem jó. Ezért, hanem nyilván nem ezért, is, kicsit ugye, ezért. Ha állunk, akkor de picit, hát picit ha már adnak, ezért. Akkor 10 milliókon van rá. 10 plusz 10 milliókon van rá. Igen. Megbeszéltük, hogy jó, nem jó, ki mit gondol róla. Hát ugye minden nap változik még ez a tervezet, minden nap kiadnak valami újat, tehát szerintem tényleg még a szakértők se tudják egészen pontosan, hogy ez kinek lesz jó és miért lesz jó. De mi megszólaltattuk a pénzcentrum.hu egyik elemzőjét, Ráski Pétert, hogy segítsen nekünk a főbb kérdésekben eligazodni, illetve mi is beszélgettünk a dologról, hogy jónak vagy nem jónak tartjuk ezt így első hallásra. Hát nyilván mélyebben azért még annyira nem ismerjük a dolgot. Erről volt szó, valamint felhívtuk Gábor atyát, akiről már a múlt héten lehetett olvasni, csak ugye mi nem voltunk adásban, és ezért nem tudtunk a témával foglalkozni, hogy egészen érdekes misét tartott, Star Wars-os elemeket emelt. Ugye a misében mesélt a jóról, a rosszról, az erő ébredéséről, és fénykardozott a misén megjelenteknek. Nagy sikert aratt fel. Óriási volt. Igen. Felhívtuk, és elmeséltettük vele, hogy mi történt azon az ominózus misén, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 8 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, szevasztok! Hello, Csabi! Van, Csabikám? Hallgattam ezt a Juli féle iszunk, nem iszunk. Uh-huh. Engem egyetlen egyszer láttak a gyerekeim józanul feljönni a lépcsőn. Sőt, nem is nagyon tudtam már felmenni a lépcsőn. És aztán erről eszembe jutott, hogy én viszont apámat soha az életemben nem láttam, még csak spiccesnek sem. Pedig hát ő mindig szeretett, ugye mi szexárdiak vagyunk, ő neki folyamatosan volt otthon valami jófajta bora. És ez azért, hogy fiatalon elköltöztél szexárdon, ezért nem láttad?
Ez is lehet, de nem, tehát ő valószínűleg mindig tudta a mértéket, vagy még mindig tudja. És mit mondtak a srácok, amikor te botorkáltál, illetve még botorkálni sem botorkáltál? Hát a Laurát kérdezgetek, hogy mi van apával. És mi volt a kimentő? Addigra már valahogy tisztában voltak a részegség fogalmával, és akkor ez az, amikor apa most részeg? Apa most be van rúgva? És aztán másnap meg nekem tették fel ugye ezeket a kérdéseket, hogy apa, te tegnap részeg voltál? Igen, nem, mert még most tiszta az alsója. Vagy ne, most már részeg. De ugye, hogy, az okokozat, tehát hogy a következmény nem mindegy. A gyerekben nem az van, hogy apa iszik, hanem apa milyen lesz attól, hogy iszik. Ezt kell tudni valahogy kezelni, vagy hogy anya és apa viszonya milyen lesz attól, hogy iszik, és én ülök a gyerek szobába, és rettegek, hogy ők már veszekedni fognak. Tehát ez a nem mindegy. De nekem az a nagy szerencsém, hogy a Laura nem iszik, így aztán ő észnél volt, és gyorsan így azért elvitte aludni. Gyorsan elvitte aludni a gyerekeket, hogy ne lássanak. És hát igen. Igen. Laura nem iszik, mert így nem tud részt venni a tűcsere programban. Igen, hát na, Csavikám, hívjuk a naphallgatóját, jól nézd át a zenéket, hogy mi lesz. Oké, figyelek. Kérdezz, felelünk. Azt a kutya fáját. Na, na ez most mitől? Na, ez most mi a csöcstől? Ja, mi a? Gömbvillám. Nem kéne annyit inni. Egy pohár borestek. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Ciao. Már is mondom, hogy mit írtál? Hogy hívnak? Igen, kicsit elgépelt. Hogy hívnak? Éva vagyok. Éva, hát egy nő szájából, meg aztán pláne csodálatos. Hozzászóltál Júli témájához. Apa, megkóstolhatom, hogy mit iszol? Fúj, ez nagyon rossz. Na látod, fiam, menj haza, és mondd meg anyádnak, hogy nem szórakozni járok a kocsmába. Igen, ez egy régi, de úgy gondoltam, pont passzolhat ide. Nagyon szeretjük, ráadásul, hogy nő küldte nekünk, így meg aztán pláne gyönyörű. Éva, van egy szép kis ajándékcsomagod. Nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Hát köszönjük, hogy minket hallgatsz. Helyileg merre vagy? Miskolcon hallgatsz minket. De jó. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen köszönöm nektek, szép napot kívánok. Köszi, ciao. Hello. Hello, hello. De helyes volt. Ritkán van női naphallgatónk. Örülök annak. Csabikám, remek zenék? Rúzsa Magdit hozom nektek, képzeljétek, egy kicsit visszacsatolok a Klassz Karácsony sorozathoz. Emlékeztek rá, hogy hányszor elmondtam, hogy Rúzsa Magdi koncertjegyeket lehet nyerni, mert hogy karrierjének és életének egyik legfontosabb koncertjét adja majd február 27-én, és mekkora dolog az, hogy már Rúzsa Magdi is eljutott arra a szintre, hogy dupláznia kell, tehát hogy nem elég egyszer kibérelni az arénát, mert hogy megtöltötte, így lesz egy ráadás koncert egy nappal korábban 26-án. Úgyhogy innen gratulálunk, és persze örülünk a sikereinek, és ennek örömére lejátsszuk a Klasslágerét, a Tejút címűt. Aminek egyébként Menő. Néhány hete itt a Kívánság műsorban volt a országos premierje. Ja, az minden a tiéd a magyar könnyű zenével kapcsolatosan minden. Én kérek elnézést. Hát, tényleg, minden mi is, tényleg? Hát hogy? Okay. Csabi, én a kívánság műsorra 555-55-00 a telefonszám. Mindent elmondtunk? Mindent elmondtunk. Jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.